Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ugye mindenki megy ilyenkor céges buliba, meg rendezvények, vállalati bulira, és mindenki iszik, ugye? Így van. És remélhetőleg taxival megy, taxival jön, ahogy mi is tettünk így Jánossal. Sőt, még ma reggel is. Én legalábbis, mivel? Te békávéztál? Ma reggel? Igen, persze. Tehát arra fölülhetsz, persze. Persze. Taxival jöttem. Nem üt el nagyon a szag miatt. Igen. Csak arra kell figyelni, hogy ilyenkor az ember egyesülésbe üljön. Mert hogyha esetleg megalszik, akkor ne a másik az ölébe ébredjen fel, mert nem biztos, hogy jó néven veszi. Hát vagy egy forró forrasztópákával kiűsd a szagló bimbolyt itt az orban. Szóval honnan tudod te, hogy mikor ülhetsz autóba? Ezen morfondíroztam a taxiban. Mm-hmm. Nem akartam nagyon beszélgetni, hátsó ülésre ültem, érezte, és ő se nagyon. Úgyhogy nem megyünk át egymáshoz szenteste. De honnan tudom, hogy én fölkelek reggel, mondjuk 4 óra alvás után, megittam fél liter bármit, mondjuk töményet. Honnan tudja azt a honpolgár, hogy mikor ülhet autóba? Tehát ugye azt mondják, hogy kell X idő, ami neked lebontja a szervezeted. Ugye? De kinek mit? Hány óra alatt mit bont le a szervezete? És például ne adj Isten, mondjuk te egy vállalati bulit, te bárhova elmentél berúgni. Te reggel lefeküdtél éjjel 2-kor, te fölkelsz reggel 8-kor, aludtál 6 órát, 8 óra 10 perckor te a saját autódban vagy. És történik valami, amiről te azt gondolod, hogy már nem követtél el semmit, hiszen ugye te lefeküdtél aludni, kialudtad magad, és vezetsz. Valami történik. Téged akkor elítélnek, megállapítják, hogy a véredben ennyi volt az alkohol. Így van, de hát aludtál, pihentél, nem akkor ültél autóba. A legnagyobb baj ezzel az, hogyha te vétlenül mész bele egy balesetbe, igen? Tehát mondjuk a buli után lefeküdtél, aludtál 5 órát, elindultál kocsival, és vétlenül egy baleset részese vagy, hát kiderül, hogy te ittas vagy, vagy hát nem vagy már ittas nyilván, de van alkohol a véredben, akkor ott vége a vétlenség. Igen, de mikor tudom, hogy ez kiment? Tehát, mert te mondjuk x grammot x idő alatt bontasz le. Én nem érzem magamon már semmit, nem vagyok, nem szédülök, nem érzek semmit. De beülök, és mégis találnak. Hibás vagyok én akkor, hogy úgy ültem be, hogy már önmagamon semmit nem éreztem? Mert most vagyunk őszintén, a részeg ember általában úgy érzi, hogy ő teljesen tiszta, teljesen józan, bárhogy beszél, bárhogy fejezik, bárhogy tántorog, azt fogja mondani, hogy én nem ittam semmit, már 8-szor szinte. Tehát, hogy jó, hát a ilyen makonya részek vagyok. Persze, de még késő sem, tehát, hogy szerintem nem lehet időben meghatározni azt, hogy mondjuk 8 óra múlva már beülhetsz az autóba, pontosan azért, amit te is mondtál, mert mondjuk a Feri rutinjával, illetve testméreteivel máshogy érted, egy fél disznót meg egy hordó, egy gönci hordó bort is lebont addigra. Végre kiukadtunk a Ferinél és a fél disznólát, de jó. Egy hordó rubot, egy fél disznót és egy szerrános honkát, te 5 perc alatt lebontasz, olyan gyomorsan. Nálam meg egy zacskó dianás szesz, vagy dianás cukorka sem jön még ki a szervezetemmel addigra, amikor a Feri már gyakorlatilag nem látszik semmi, de tényleg, hát egyszerűen azért, mert ő nagyobb, sokkal másképp bontja le, hozzá van szokva szervezet, stb. Szerintem ez csak egy szondával, egy digitális... Nagyon megbízható alkoholtesztel. Mi a módszer? Becsukott csukra, ha egy gyerek elfordítja a fejét, mert nem akar buszítani. Milyen kezes vagy? Te balkezes vagy? A jobb kezed? Igen. Mi az, hogy ha magadhoz... vagy, jobb kezedet nyújtsd ki, és csak kis ujjadat tarts csak nyújtva, de nyújtsd előre a kezed. Jó? Csukott szemmel meg kell érintened a kis ujjaddal az orrodat. De figyelj, az nekem egy fél liter rum után is megy. Na nézzük. De hát, és akkor így tudom eldönteni, hogy ülhetek autóba. De becsukott szemmel. Aha. Gyerekek, 5 centivel ment mellé. 5 centivel. Jó. Akkor ez nem megy még fél liter rum után. Volt tegnap óta egy orsövény ferdülés korrekciód? Jó, azt hittem, kicsit barább hordom az orrom, most ez miért akkora baj? Igen, de furán még ebben jobbra volt. Ide tetted így. Jézus, kinyomtam a jobb szemem konkrétan. Érted. Na, de akkor mi van? Jó, de ha mondjuk nem érzed... Nyilván ez nem jó módszer. Hát, de ezt használni fogom. Igen. Nem érzed, de látod. Van ilyen alkalmazás, a Laci mutat, hogy ki tud számolni, mennyit itt áll, és ott mennyi idő alatt bontódik le. Van már ilyen applikáció, tök jó. Beütöd, hogy mennyit itt áll, mikor itt áll, és kiszámolja neked, hogy mikor ülhetsz autóba? Vagy hogy mennyi idő múlva ülhetsz autóba? Zseniális, nem ismertem. Te most ilyen távolságból 2 centit nyúltál mellé, hogyha ez ha mondjuk, hosszabb karom hatványozottan. Igaz, sokkal hosszabb karom lenne. Most képzeld el, hogy bármilyen táblát, kereszteződést
követési távolságot, akkor hogy benéznél már? Ha most tényleg, hát de nem nézte, ezt nem nézte le, hiszen csukva volt a szeme. Mondjuk ez is. Igen, azért hát nem vezetek csukott szemem. Mondom, én a taxival jöttem, nem is ezért, csak hogy azon morfondíroztam tényleg, hogy akkor így mi az exakt. Tehát, hogy akkor az elmúlt 8 órában az a legbiztosabb, hogy az elmúlt kiszámolott, hogy 8 óra kell, hogy elteljen. De ha alkoholmérgezésig ittam magam, akkor a 8 óra se elég. Kevés. Ha megittam, mit tudom én, 2 deci rumot, akkor meg lehet, hogy a 8 óra tök fölösleges kivárni. Tehát, hogy nem, tényleg nem tudod. Hát csak a műszeres mérés az, ami hát tovább megyek, várj egy picit, mert hogyha te például szondába fújsz, igen, és az nem mutatja ki, attól, ha vért vesznek, a vérben még benne lehet. És aha, ugye, ha baleset a történet, és ott véletlenül elszód magad, hogy úgy tegnap este én az itt, hogy a zuhanyzás, öltözködés, kávézás mellé nekem nem fér bele minden reggel. Vagy illetve ilyen alkalmak, hogy egy vérvétel is tudod, mert... Mondjuk ott a konyhába megszúrod magad. Kis vattával megnyugtatod saját magad. Az a baj ezzel az applikációval, hogy a legtöbbször azért én nem emlékszem, hogy mit ittam. Tehát, hogy üsd be, hogy pontosan mit ittál. Hát most egy ilyen stáboli után én nagyon nem szoktam keverni, de hogy azért így nagyon hát nem emlékszel, nem? Hogy most pontosan mennyi volt. Meg hát ugye gyártásvezetők ott össze-vissza öntögetett mindenkinek az italában. Hát ő dzsinákat öltögetett, és elsősorban a lányok italában, úgyhogy minket csak kínálgatott már, amikor nagyon részeg volt, egy idő után már bármit bevállalt volna. De a büntetési tétel, tehát amikor tőled vért vesznek, akkor azt a vérteszt ugye ki tudja mutatni, hogy te mikor ittál. Ugye? Igen. Enyhítő körülmény, ha mondjuk én 7 órával a baleset előtt ittam, nem én vagy valaki? Ugye érdekes dolgokat kérdezik. Várjál, azt ugye nem a Rezesovánál is arra alapozták időben. De a Rezesovánál is arra alapozták ugye a védelmet, hogy ő akkor ivott, amikor már megtörtént a baleset, és meghúzta az üveget. És próbálták ugye kimutatni vizsgálatok, stb., hogy ittas volt-e. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy ha bármi történik, akkor meghúznak egy alkoholos üveget. Ami aztán nyilván kamu, mert tudnak különbséget tenni. Hogy a baleset után gyorsan iszik egy kortyot, és azt tudja mondani, hogy ő a stressz miatt ivott. És hogy máshogy büntetnek elvileg. Tehát más a büntetési tétel, ha bebizonyosodik, hogy te valójában a baleset után ittál. De azt szerintem nagyon pontosan kell tudni például, hogy mennyit ittál, ugye? Tehát, hogy egy felest vagy kettőt, ahhoz, hogy ki tudják számolni, hogy te mikor ittál. Most a te esetedben, mikor magad sem emlékszel arra, hogy hány palack fogyott abból a jó rumból, Akkor nehéz, akkor nem tudsz kiszámolni. Én csak azt látom, mindig tolják ki az üres göngyöleget. Igen. És a pultos kislány rettenetesen örül be, mindig adok boravalót. Taxiba adtok boravalót? Kell boravalót adni? Mire adsz boravalót? Úgy, hogyha ittosan szállsz be, úgy kell. Igen? Igen. Meg kellemetlen vagy, ne haragudj, hogy ezt kell mondjam. Nem álltam össze a taxit, csak ezen is gondolkoztam. Én nagyon sok minden nem tudok reggel gondolkodni. Én tegnap hazafelé is adtam, előtte is adtam egyébként, de tegnap hazafelé is, én azt dotáltam vele, hogy gyakorlatilag 4 órán keresztül 20 méterre tőlünk állt az autó, és nem vett minket észre, és már öleltük egymást a Gáborral, a főszerkesztőnkkel, mert majdnem megdöglöttünk, annyira hideg volt, mind a ketten vacogtunk, mint az el. 20 méterre tőlünk állt a taxi egy autóbusz megállóban, és ott várt minket. De és ti nem vettétek észre. Én inkább megfordítanám a dolgot, tehát nem mi voltunk azok, akik rossz helyen álltunk. Mi nem rúgtunk be még soha egy stábilag ilyen nagyon durván, mit tudom, Anna négykézláb lovacskázzon, mit tudom én, és valaki ilyen kantárszíjjal gyeplőzzön. Hát lehet, hogy pontosan azért nem tudnak kitörölni soha többet az élményt, és néha Feri adnék rá. A Feri azt mondja, nézd Bali, nézd, 40 éve után is van élet, és megpróbálna lemenni hídba. Tehát, hogy miért nem csinál? Hiszem, akkor meg is csinál. Bali, nézd, ha azt gondolod, öreg vagyok, nézd meg, le tudok menni hídba. Esélyed gólya költözött a fejemre. Miért nem volt még soha olyan stábulink, ahol így egész egyszerűen tényleg mindenki ilyen nagyon bakonyára iszta magát. Tehát Annát Ferit négykézláb, mondjuk őt leinni azért az egy kemény, mert mi ketten lovacskázunk a Ferin, érted? Ez azért van, mert Anna a tervezett gyermekvállalás híre. Igen, előre megfontolt szándékból ez csak. Feri többször kezdeményezett már ilyen bulikat, de mindig magára kezdjünk bele. Tehát itt a Zsűl így hajnali kettők, így ráborul a pultra, és megpróbál, mint hogy gyertyából így alkoholt fújni, tudod, és így én azt megnézném. Tudok tüzet fújni. Én azt az állapotot szeretném látni a Zsűlnél, amikor mondjuk így összetámasztja veled a homlokát, és azt mondja, hogy kemény vagy. Kemény vagy, Balázs, kemény vagy. Te milyen Zsűl vagy, vagy milyen részeg vagy Zsűl? Kedved? Jó Isten. Én a Zsűlből azt nézném meg, mint a bárányok hallgatban, hogy letolja a nadreget, kicsit hátra csipeszeli. Csinálj majd ilyen magam, én azt mondom, Balázs.
Szia, Balázs! Mi csak ki jött hozzád, Balázs? Szuzsi és tekergő. Na? Hol van a terkes ül? Hátra köttesz. Kerülj meg, bébé. Tehát egy ilyen buliban miért csinálni kell még tényleg? Láttam már őt egyébként, elárulhatom, meg én a Ferit is láttam már. Hát mi azért sokat bulisztunk együtt régen. Engem itt asan, soha. De nem. Soha. Volt rá példa. Persze. De ő ilyen boldog, nem? Jó fej. Persze, mindenkit meghív még egy körre. Igen, mert elmenekülnétek egyébként, ha nem vízetek még egy kört. Igen. Te milyen vagy, Anna? Röhögös, fárasztó. Mindenki, amit akar, azt csinál veled? Nem csinál. Nem. Mindenki annál jó vagy? Nem lovacskázni? Milyen zsibbasztó vagy? Röhögös? Szerintem kicsit zsibbasztó, röhögös. Ez jó. Imádom azt a típust, akinek nem kell poén mondani, röhögés. Ez egy ilyen egotrip, tudod, bármit mond, azt nagyon röhög. Én ilyen vagyok. Hát a másik női típus szerintem a síros. Az borzalmas. Hú, azt nagyon nem kedvelem. A zsibbasztó síros. Nem, lelkizős, majd síros. A csaj. Aki először jön, hogy nem akar, hogy nagyon megbántottad a múltkor egy beszólás, hogy ez mennyire rosszul esett neki, egyébként kiderül, hogy 3 hónapja nem szexelt, megcsalja a férje, és a te vállodon akarja kisírni magát. Van ez a típus. És a végén szerelmet van, de azt is sírva. Igen. Van az agresszív, ugye? Én azt a típus nagyon szeretem, amikor már kicsit a méltóságát kezdi elveszíteni, hogy elfolyik a szemspirálja, és kicsit kócosan rá. Megvan az a típus? Tudod, aki úgy néz ki, mert most nyúltak volna bele a hajába, kicsit háromszáli rosszabbul el, és mert valahogy egy picit így elkezdett már elfolyni. Ez a adalézés, hogy szőszös rád, ha van tüzetek, és egy töltőtól van már a szája. De nem, nekem ő az 50-es swingeres. Az igen. Ő már a nagyon rutinos. Na, Vali, mikor lesz buli? Nem tudom, mi vagyok én? Udvari bolond. Ja, igen. Nem tudom, már valamikor kéne egy ilyen stábulit csinálni. Tényleg, jön az éveleje, valamikor azért rejtsük már meg. Mi nem csak januárban, amikor már mindenkinek hiányérzete van, és lecsengett, és már mindenki tök depressziós, hogy itt van a január. De mindig elmegyünk ilyen nagyon kis intelligens helyre, ahol nagyon. Igen, mindig ilyen nagyon illedelmes ebéd van, és utána mindenki megy haza. Nem mindegy, tényleg kéne egyet szervezni. Úgyis elmúlik ez reggelre nálad. Most nagyon szeretek mindenkit. De ezt 10 órára elmúlik. Ebből látszik, hogy jól érezted magad. Igen. Itt van velünk Zaher Gábor, aki mindjárt segítekünk. Hello Gábor, jó reggelt! Gert, szevasztok, szép másnapot kívánok mindenkinek. Szenvednek figyelj, a fiúk. Annyira dolgozom a mondatokon, mint még soha, hogy összefüggően tudjak beszélni. A másnap az a betegség, amivel az orvostudomány semmit nem tud kezdeni. Ez az egyik abszolút. Jó, hát persze meg lehet valakit dializálni, de hát szerintem azért egy műves a kezelés így a másnapban az egy elég gáz történet lenne. Honnan tudjuk, hogy mikor? Ugye ez egy egyszerű kérdés, meg nyilván azt mondja, hogy 8 óra, és akkor minden megvan oldva, de mégis egy ártatlan delikvens hát fölkel. Ez azért nem igaz. Nem igaz? Ez azért így nem igaz. Ugye alapvetően abból kell kiindulni, hogy egy átlag A4-es magyar honpolgár kb. 10 g alkohol tud óránként lebontani. De most lehet reggel számolni, csak azt gondolom, hogy a másnak nem arról szól, hogy papír, ceruza, esetleg okos telefon, számológép, és ütjük, verjük ott a számokat, mert egy pillanatra félresítünk, nem beszél arról, hogy én idézni azt, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk kb. Mennyi idő alatt, milyen volt a felszívódás és a lebontási kinetikánk. Én azt gondolom, hogy a 12-14 órával már lehet biztosra menni. Tehát a kiszámolta, mikor jöttem utoljára, és a üzembiztosan 12-14. Így van, akkor már nincs gond, és az, amit itt mondtatok, ez az otthoni alkoholszonda. Szóval én azt kell, hogy mondjam, hogy Balázs, ez nem feltétlenül az alkeszokról szól, sőt, leginkább nem az alkeszokról, annak már mindegy. Annak már úgy sincs mit elvenni a rendőrnek, mert már nincs jogosítványa, szóval ott már ez nem játszik ez a történet, hanem pontosan azoknál, akik ilyen alkalomszerű alkoholfogyasztók, mert azoknál lehet ez fontos, aki reggel ilyenkor megfújja, és nem a 2000 forintos kínai szart érdemes ilyenkor megvenni, hanem egy olyan 10-12 ezer forintért jó, 20-25 ezer forintért nagyon megbízható alkoholszondákat lehet kapni, és például tök érdekes, hogy mondjuk, ha ilyenkor az ember reggel át, hiába most háromszor fogad, azért van egyfajta, hogy is mondjuk csak süsűszerű lehellete. Én ilyenkor is folyamatosan próbálok a Janira TikTokot erőltetni. Így van. Így van, de a szájvíz se jó, mert a szájvízben is van alkohol, és például mi ezt ki is próbáltuk, hogy szájvíz után gyakorlatilag 3-4 perccel pozitív az alkoholszonda, kilégzett végül a levegő alkoholszonda, viszont negyed óra múlva negatív, szóval ha ilyenkor valakit megállít reggel a rendőr és a szájvízre akarja fogni, nem biztos, hogy a rendőrnek lesz türelme kivárni még azt a negyed órát, amíg ez valójában kipárolog az ember szájból. Szóval a szájvízzel is ilyenkor reggel óvatosan, inkább 3 rágógumi, TikTok, lapka,
bármi egyéb ilyen történet, de mondom óvatosan, és a másnap is elég gázít, másnaposan beülni az autóba, az legalább annyira veszélyes lehet esetleg. Laci, ugye feljegyezted, amit mondott a Gábor, jó, akkor ha nyit a büfé, akkor lássuk már el minden Balázst, mert nem lehet megmaradni. Egy élő dökkút van a számban, arra gondolsz? Egy működő dökkút? Hát igen, ehhez képest időnként a komodói varánusz az egy jó arcú és jó tájfogó versenyző tud lenni. Érdekes, még kinyitom a számot, és ilyen denevérrajok röpülnek ki belőle. Igen, abszolút. Vagy muslica időnként. A véralkohol teszt, vagy tehát amikor vért vesznek, akkor különbséget tud tenni, ha valaki mondjuk baleset utáni volt, és arra fogja, vagy a baleset előtti ívást máshogy bontja le a vér, vagy van erre vizsgálat? Hogy ma már azért ez a legjobb, ez a ráívásos történet, ezt nagyon sokan szokták csinálni. Igazándiból azért itt az alkohol felszívódásából, és kérdés, hogy milyen hamar vettek utána a ráívás után vért, meg esetleg előtte, ha nem fogyasztott, abból azért ma már meg lehet buktatni. Szóval én úgy gondolom, hogy azért annyira nem lehet most már valaki ügyes, hogy mondjuk egy szakértőt át tudjon vágni. Szóval sokan próbálkoztak ezzel, és ugye rengeteg ügyvédi iroda foglalkozik ilyenfajta történetekkel, de én úgy gondolom, hogy ma már a szakma jár annyira elől, hogy mondjuk ebből nem szokott általában probléma lenni. Gábor, viszont visszatér meg egy gondolat erejéig, akkor te is azt mondod, hogy érdemes mondjuk egy ilyen alkoholszondába investálni egy jobb minőségűbe. Igen, annak akinél egy évben mondjuk egy 8-10-15-ször előfordul, hogy ilyen buli kapcsán hát mélyen néz a pohár fenekére, akkor reggel azért, hogyha megfújja, akkor mondjuk elgondolkodik, hogy ma érdemes le taxival mennem, vagy sofőrszolgálatot hívni. Figyelj, hogy néz ki egy detoxikáló? Mondjuk ezt VV-vától is meg tudnánk kérdezni, de hogy tehát én sosem voltam még. És nem tudod, hát figyelj, tehát tényleg lekötözik az embert egy ilyen csempézett szobába? Miért egy detoxikáló? De először is a detoxikálók megszűntek január 1-től. Szóval. Már ez év január 1-től, most a sürgősségi osztályokon, illetve a toxikológián látjuk el ezeket a versenyzőket. Ugyanúgy korterem, infúzió, van, akit lélegeztetni kell, volt olyan, akit meg is dializáltunk. Szóval itt azért tóligról szól, persze világos, ugye a szalagavató utáni afterparty kapcsán, ugye holtsápadt, ilyen kondenscsíkos gatyájú, rókabőrös patagányú versenyzőknél igazándiból azért egy-két gyógyszerrel lehet rajtuk segíteni, és utána másnap szokott lenni a döbbenet, amikor hogy kerültem ide, hol vagyok, és mondjuk engem meglát ilyenkor reggel a figura az ágyban, az általában azt szokta jelezni, hogy igen, mondjuk veled nem jó ébredni. Tehát a te arcodat nem jó meglátni. Téged is meg. Hát nem voltam akkor a tévében. Te nagyon nagy forma vagy. Cés voltál? Igen. Suli büfé. Figyelj, van az a típus, aki még a detoxikálóban, és az bizonygatja, hogy egy kortyot se ittam? Hát ott már azért ott már nem, nagyon... de tudod, most a legújabb duma az szokott lenni, hogy beletettek valamit az italomba. Aha. És tudjátok, ez azért gáz, mert általában, persze, hát főleg a fiatal ugye emlékszik az első háromra, mondjuk egy ilyen 55 kilós vízisikló típusú fiatal versenyző, megiszik három valamit, mondjuk koktélt, hát attól megborul, de most a negyedik, ötödik, hatodikra már baromira nem fog emlékezni, és az mondják, hogy biztosan elkábították. Hát persze, mert az első háromról tud, a negyedikre már nem, na az ötödik, hatodik, na most már mindegy kategória. És ez a búváritál szokott általában. Igen, lenni megnézi, följön. A búváritál? Emlékszem, a csávon elővett törköly. Egy erőszakos állat. Búváritál, nagyon nagy duma. Gábor, köszönjük szépen neked, jó munkát. Vigyázzatok magatokra, szevasztok. Köszönjük a gyógyszerért visszahívunk mindjárt. Tényleg érdekel egyébként. Igen. Jó. Köszi, okay. Ciao. Hello. Hello, hello, Zahár Gáborra beszélgettünk. Hello. Hát akkor na. Itt van, ő az, aki szerkezett. Ezen nem tudok túllépni, hogy te hordasz a belső zsebedbe szondát. Tehát ezt nem tudom hova tenni. De emellett nem menjen szó nélkül, Jani, hogy a belső zsebébe a Feri szondát hord. De van nála széntablete és halasbicska is. Így is, bármi lehet. Minden meg tudok oldani. Egyébként meg tőled tanultam el, mert te indulsz el úgy otthonról. Én egy rossz szót nem mondhatok pont ezért. Minden varázskészlet nála van. De figyelj, reggel magadat, vagy a béka az, aki azt mondja, hogy fújd meg, és utána indulhatsz. Igen, kicsim, ne indulj, gyere. Kicsim, gyere, fújd meg egyet, a szondát. Törünk egyet. Gyere, jó van, mennyi taxival inkább. Nem a gyerekeket, nagyon betira, mi csúsztak. Értem. Óvodában nem mehetnek el spiccesen. Az a durva, hogy mellett a gyerekek szólnak, apa, szonda. Apa, már ne tényleg, ne csináld. Apa, tudod, hogyha elindulsz engem, szonda. Igen, mondja a két itt gyerek. Itt volt nálunk tegnap csak... Füles bácsi. Na, ittatok, akkor csak fújjatok. Mondom amúgy, hogy én a Bérezzótól tanultam tiramisut készíteni, és az ő eredeti receptjében az nagyon jó minőségű fehér rum szerepel, amit egyébként szerintem te is fogyasztottál tegnap. És... Ilyen. Igen? Aha. Bizony. Törötte? Nem tudom, hogy kell törni. Nem. Én a rendőrnek mindig odott eltört, nem tudom, hogy kell törni. Jaj, csak nagy megvágja magam. Mondta a rendőr. Mondta a rendőr, mondta neki, add ide. Az a baj, már én se. Mi van? Nem tudsz eltörni egy szondát?
akkor tessék. Kell rajta lenni egy pontnak, abba igen, az irányba tolják. Na hát te, azt, mert te aztán olyan nagyon rutinos vagy. Törni jól török, fújni nem fújja. Az a baj, hogy a reszelő nincs. Meg kell reszelni. Hát Jari, a... tudom, hogy elveszítetted a körömvágóodat, reszelj már meg, létsz egy kicsit. A reszelő nincs itt. Azt, ki, azt elhagytam a múltkori mérésnél. Ez egy szonda, Jani. Várja, melyik azt mondja, aha, adod egy picit elkezik. Na, a rutinos. Mind a két végét le kell törni, de meg kéne mind a két végét? Igen, alját is, a picit is, meg a nagyot is. Nincs nád köröm reszelő? Vág, próbáld meg az orrszőröddel. Na, a Laci is mennyire okos. Hozott egy ollót. Te is ott voltál a buliban, Laci. Azért te is nagyon képzett vagy, Laci. Tehát így együtt azért erős csapat vagyunk. Nézd csak meg. Nézd csak figyeld a Bear Grylls-t, figyeld. Előz egy elemlámpaszettet, egy túlélőkést, egy kis bicskát, meg egy bográcsot. Mit van? A körömreszelő. Körömreszelő? A kis bicskájám. Az a baj, hogy ez nem az a fajta, de... Jani elővet egy kulcstartót, amin 6 féle körömreszelő, 4 féle körömvágó, 6 féle állkulcs. Kicsit megreszeled, és utána már törik. Kis reszelő. Meg kell indítani az anyagot. De egyébként ilyen szonda már nincs a rendőrségnél, nincs, nem? Már nem elektromos. Ez a tölcséres van, ez elektromos, hogy amit aztán körbeadtok a budapesti éjszakába? Ez nem így az, van. Hogy mindenki ugyanazt fújja, azt, vagy cserélnek ilyen tölcsért? Nem kell tölcsért cserélni, ugyanis nem ér hozzá a tölcsérhez, csak bele kell fújni. És a tölcsért csinálok a kezemből? Azt abban hát, lehet, tényleg. Igen, de az a baj, hogy akkor elárul a vidámságot. Tölcsért, hát, hogy... tölcsért csinálok a... Uram, fújja meg a tölcsért, minek is tudok, tölcsért csinálok a kezemből. Kérem, ne kiabáljon, hogy vidáman, mert ebből bajra. Uram, hát, hogy ére kellene menjen végig a sávon? De hát miért? Azt mondta, csinálják tölcsért. Mi lesz, Jani? Megvagyunk a reszeléssel? Az is jó egyébként. A imádom, hogy te nem tudod megoldani, meg igyekszem megoldani, de már... Mindig mondod, hogy reszelés. Ennyi. Hogy te mekkora reszelő is vagy. Na. Eddig még senki nem panaszkodott. Fújjat, de csúnya vörös vagy ilyenkor. Jó. Fújjat. És fújjat, fújjat. Ne beszéljél, fújja. És most pikulász, de az a Csitári hegyek alatt című klasszikus. Na kérem szépen, meg vagy? Jó. Mr. Szonda. Na. A szonda szakít, figyelj, döbbenet, hogy nálad van szonda. Kérlek szépen, a két piros csíkig elért a zöld. Ez most csak a nyála, vagy ez zöldül szerinted? Ez a felső rész. Az a zöldülés, ugye? Zöldülök? Aha. Igen. És a piros csíkig zöldültél, az 8000 elég? Ezt hogy mondják? Rendesen, igen. És az mit jelent? Mi az, hogy mit jelent? Részeg vagy. Alkoholmérgezés. Ennyi. Neked annyi. Látod, itt van. Idáig beér a zölded. Mondjuk az a szerencsét, hogy ez tipikusan egy olyan munka, ahol egy kicsi kis picceség jót tesz. Jó, csak mondanám, hogy azért, tehát te konkrétan, tehát azért így, te is egy dűlőt kipusztítottak miattad. Keresgélj már néhány ideillő szót. De csak hogy a Tokajban dűlők haltak ki a te bormennyiséged után, amit nagyon okos döntés volt, taxival jöttél. Taxival és taxival is megy egy gyerek. Rám hagyatkozva megint ültetek egy új tőkesort. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Nektek vannak olyan szavak vagy szófordulatok, amiket előszeretettel használtok és rosszul használtok? Vagy kevesebb? Én imádom, amikor valaki egy olyan idegen szót használ egy adott beszéd környezetben, ami egyáltalán nem illik oda, és nagyon nagy meggyőződéssel mondja. Nem szoktatok így keverni, vagy nem volt régen dolog, amit így kevertetek? A handicapet azt rendszeresen rosszul használtam. És mire használtam? Mert úgy gondoltam, hogy a handicap az lehet pozitív megítélés is. Tehát, hogy érted, amikor tehát nem, valaki nem hátrányal indul, hanem van, aha, pozitív handicap is. De hát pozitív handicap ugye nincsen. Ja, és ez pont, igen, és hogy mintha ez előny le. És ezt így használtam ugye rendszeresen. Nagyon jó, amit ír egy hallgató, mindenkinek saját szuvenír joga. Igen. Tehát az szerintem nem volt ember, aki legalább egyszer nem mondta volna el így. És ha volt egy kicsit olvasottabb ember az ő társaságában, akkor mondta, hogy figyelj, ez most nem... Volt egy műsorvezető társunk, nagyon, igen, ő előszeretettel használt ilyen dolgokat, hogy mindenkinek a saját szuvenír joga, meg mi viccből, vagy... Nem, ő teljesen meggyőződéssel tudta ezeket mondani. Az egyik nagyon nagy dumája az Egyesült Arab Emigrátusok. Igen, hogy akkor most menjünk el, vagy akkor ő kirepül, vagy nem tudom, az Egyesült Arab Emigrátusokban. Hát és akkor egy-két SMS-t. Ebben gyakran beszéltem szuperlatinuszokban, írja Bogyi. Dekoratív hölgy, mondta egyszer felháborodottan, mi vagyok én, mátrai szeretet szolgálat? A mátrai szeretet. Igen.
Balázs, ne exhumáld magad, írja valaki. Mikroorganizmus helyett mikroorgazmus. Egy termék bemutatón, a nénikék pedig helyesen bólogattak, nagyon komolyan. Munkatársam azt szokta mondani, szaladok, mint Louis Armstrong a biciklizőn. Jézus Istenem, ma minden van. Igen. Azt mondja, hogy össze kell húzni a nadrág szíjat, mert recepció van. Igen, ezt nagyon sokan írták nekünk. Ügyintéző. De mi a baj? Tessék? Ezt hát én is értem. Ez abszolút. Sajnos. Sajnos recepció van. Szintén, ez egy szomorú téma most. Hogy... Ügyintézőtől hallottam, mire egy hallgató, nem tudok segíteni, nem vagyok komponens az ügyben. Mire az ügyfél tiszta őrület, kanasztát járatnak az emberre. Barátom szerint barázdaságért ítélnek el embereket. Üzen egy másik hallgató. Az én párom szerint a hőbörögni szót rendszeresen hőbölögniként használja. A veszekedéseink rendszerint itt szoktak partot fogni, visítok, amint kimondja. Már a Google-ben is rákerestünk, hogy értelmese így, puszi Csilla. Hőbölögni? Azért az is érdekes, igen. Egy ismerősöm Pláza TV-t vett az unokájának. Hát ott vette, a Plázában volt a bot. Igen. Sokáig azt mondtam, mert nem tudtam, mit jelent a vegetáriánus, azt mondtam helyette vegetáriános. Sziasztok! Nem áll. Te is benne vagy. Hát, szépen, ez részben. Nem, én vegetáriános vagyok. Nem. Ez megtisztelő, köszönöm. Egyébként összecseng. Nekem a főnököm azt mondta, én viszem a bőrömet a válságra. A lányom Summa Cumarum végzett az egyetemen. Egy másik hallgató. Igen. Hát, csak hogy mondjam, én a magna cum laude-t sokáig nem tudtam így nagyon beazonosítani. Érted, ilyen summa cum laude-t? Én mindent mondtam helyettük. Anyámék álltak egy kilátóban Tihanyban, és az egyik néni, aki nagyon okosnak gondolta magát, megszólalt nagyon hangosan. Ó, micsoda impotens kilátás. Egyik nagy mondata a főnöknek, majd annó, ha jövünk ide. Hogy mielőtt teszünk valamit, ígyunk meg egy apartman. Azt is nagyon sokat használjuk. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hallottátok ezt a történetet a Börzsönyben kint éjszakázó édesapa a két gyerekével? Mínusz nem tudom hány fokban a vaksötét kellős közepén bolyongtak egyébként a Börzsönyben, és órákon át diderektek a mínusz 10 fokban, úgyhogy körülbelül kiderült, egyébként 200 méterre vannak attól a vendégháztól, ahova vagy elindultak, vagy kerestek, vagy nem jutottak el odáig. Szegények. És kint éjszakáztak. Hála Istennek, jó a sztori, mert ugye mindenki megmarad, de ha most ez a kis túra a mínusz 10-ben, a napközbeni mínusz 10-ben zajlik, akkor azért már meccesebb a történet. Hát picit benézték itt-ott. Mm. Tehát több pont van egyébként ebben a sztoriban, ahol ők elnézték a vonalat. Tavaly volt egy olyan eset, hogy a Magyar Honvédség az egyik ilyen hétvégén kis túlélő összeröffenését lefújta az időjárás miatt. Mert hogy hideg volt ahhoz, hogy túlélő. Vagy hívják a túlélő versenyt. Az nem játékot fönt a Börzsönyben, igen. Vasárnap vágtak neki az erdőnek egy palack vízzel, és azért, hogy a hétvégét túrázással töltsék. Király létnél letették a kocsijukat, és bevetették magukat a sűrűbe, hogy akkor indul a túrázás. És estig nem kerültek elő, a gyerekek édesanyja felkereste a közeli turistaházat, de kiderült, hogy nincsenek ott. És hát mama elkezdett gyanakodni, hogy valami nem stimmel. Térerő zéro, nyilván. Térerő semmi, nem volt náluk lámpa, nem volt náluk semmi, és értesítették a rendőröket, a katasztrófa védőket. Helyi vadászok is bekapcsolódtak a keresésbe, és azért nem találták meg őket egyébként, mert folyamatosan mozgásban voltak. Tehát a csoport kereste őket, aha, a család ugye meg folyamatosan jött-ment, megpróbálták megtalálni a kiutat. De hogy azért így elgondolkoztam, hogy ott vagy, nem tudom mekkorák a gyerekek, hát nyilván 10 évesek, mert olyan nagy túrára egy 5 éves azért nem indulsz el, nem? Hát egy éjszakaira nem. Egy éjszakaira nem. Bár biztos... ők se arra indultak. Bár igen, nem ez volt a cél. Szegények. De hogy mit tud összeszedni az ember egy ilyen túlélő műsorból, hogy mondjuk 2 10 évessel mínusz 8 fokba túléld az éjszakát? Tehát mit kell csinálni? Próbáljuk magunkat beleképzelni a helyzetbe. Hogy például folyamatosan mozgásba vagy, ezt vagy bevackolod magad, és ásol egy lyukat, bevermeled magad, és betemeted a gyereket, meg mellé fekszel. Ja, én ezt csinálnám. Tehát én azt csinálnám, hogy oké, eltévedtünk, ásunk, belefekszünk, és melegítjük egymást. Mibe fekszel bele? Meséljél már. Á, most próbálok, nem tudom, laikusként. Hát, ha együtt tévednénk el, akkor ugye ott van Feri kabátja, a Ferit megeszünk, a kabáttal letakarozunk. Én feladnám ugye a vegetáriánus életmódomat, hogy túléljem. Itt az erdőben találsz. Igen, Ferit azonnal megenni. A menedéképítés az első mindig.
Tehát mindig menedéket kell építeni először? Erre a megevésre csak annyit, hogy én vagyok az egyetlen, aki el tudom saját magam készíteni ármunk közül. Mondjuk az is igaz. Ugye? Feri, elkészítenéd a bal karodat? Na de hogy építesz menedéket? Tehát ugye folyamatosan mozgásban lenni nyilván nem jó. Tehát megpróbálod a gyereket meggyőzni arról, hogy akkor vackoljuk be magunkat valahova, nem? Hát a keresés szempontjából nem jó, viszont ugye a kihűlés szempontjából meg jó, ha mész. Tehát, hogy addig ugye a nagyobb mész nagyon elfárad szerintem, és ha nagyon elfáradsz, jobban kihűlsz. Aha. Én keresnék egy ilyen kis bemélyedést a földbe. A két szakifő, ugye? A földbe, és akkor afölé ágakból barkácsolnék egy... Na de hogy? Nincs állatkés. Nem elkezded letördelni az árokat? Mit csinálsz? Ők nem voltak túlrutinos túrázók, hogyha ezek a dolgok nem voltak náluk, tehát hogy egy elemlámpa meg egy kés, azért azok alapvető meg tűzgyújtó eszközök, azok alapvető dolgok, hogyha az ember mondjuk hosszabb túrákra megy, mondjuk ők nem így tervezték. Igen, valószínűleg volt náluk valamiféle kis térkép, lehet, hogy a fater azt mondja, hogy úgy is mert mint a tenyerem a környék, egy gyerekek, érted, bármikor rájutok A-ból B, hol vagyunk Istenem. Igen, de gondold el, hogy ez a dolog onnan indul, hogy egyszer csak két gyerekkel rájössz, hogy eltévedtél. És lehet, hogy nem fogsz kijutni az éjszaka az erdőből. Nem? Most így sokan mondják, hogy jó kaland. De amikor az egyik gyerek szól, hogy papa éhes vagyok, a másik gyerek, hogy apuci, nagyon fázom. És elkezdenek sírni, mert mondjuk megijednek, és ott vagy az éjszaka közepén két gyerekkel, azonnantól kezdve lehet mondani, hogy nem vicces. Én azt mondtam volna, hogy a humorfaktor ebben viszonylag kevés. Az egyik viszonylag éhes, kevés. A másikuk pedig fázik, akkor vegye példát róla, ő például nem éhes. Vegye példát róla, nem fázik. Merítsetek erőt egymásból. Oké, nézzük. Ott vagy két gyerekkel. Nincs nálad semmi. Elkezdesz késsel kiásni egy gödröt? Nem. De akkor azt mondom, kézzel bocsánat, igen. Tehát lekaparad, mit csinál? Fölmászol egy fára a vadak elől? Nem, megtisztítasz magadnak egy területet az avartól, mondjuk egy hogy fa mellett közvetlenül. Hogy nehogy koszos legyen a ruhám? Igen, hogy el se pergetek ott, hogy mit csinál? Az avart nem szeded el, hát azon fekszel, az puha meg meleg az avar. Hát a legtöbb esetben ez mondjuk így, meg jobb, hogyha ott tiszta, és nincs alattad semmi. Nem valamilyen nyírkos fágokra, vagy nyírkos levelekre. Nyírkos föld jobb. Hát szerintem jobb. Igen? Igen, jobb. És hogyha oda fekszem, és magam mellé húzom a két gyereket, most melegítjük egymást. Most induljunk ki az őszből, meg a télből, tehát, hogy ha viszont nyár van, akkor persze, akkor alapvetően neked kell építeni mindenképpen egy menedéket, azt meg tudod oldani mindenféle ágakból, amiket letörögetsz itt, ott. Mi van, ha felmászom egy fára? Leesem. Hát akkor ez vagy. Szerintem ez vessük el. Nincs olyan vad, amitől félned kéne az erdőben. Benne valahogy az, hogy a két gyereket föl a fára, tudod, gyerekek, nem mozduljatok, apátok elment vadászni. És megpróbálod a vadat becserkészni. Nyilván nem. Szóval eltakarítom az avart, és... És akkor megpróbálsz ilyen nagyobb gajakból, meg ágakból egy ilyen kis esővédőt, vagy esőfogot építeni valamelyik fa köré. Oké, nézzük meg most jelen pillanatban, kinek mi van a zsebében. Tessék, tehát hogy ott vagy mondjuk, én körbe így indulnék el túrázni. Ja, kapucni is pulóver van rajtam, egy farmer, egy túrabakancs, én pont jó túrázós vagyok. Tehát én így végig. Nagyobb összegű készpénz, de az nem jó. Van nálam KP, meg vagyok vele lőve. Elnézés, szobapincér. A tűzrakáshoz jól jöhet. Jó, akkor oké. Na, megcsináljuk. A tűzrakáshoz jól jöhet, mert hogy ugye oda, hogyha sikerül tüzet csiholnunk, akkor a parazsat, illetve a parázssal majd meg lehet gyújtani a te 5000-eseidet. Oké, ezres van nálam, egy pár 500-as. Van nálam egy zselé-szaloncukor papír. Ezt ma reggel találtam, és elfogyasztottam egyébként. Bűnöztem egy kicsit. A zselészaloncukor? Az jelzésre. Leginkább állatokat megmérgezni sajnos. Mármint a beltartalmát illetően. Kitekered a belső részét, ami ugye fényes, ami fényes. Ha fölmászol egy fa tetejére, történetesen süt a nap, akkor ezzel jeleket adni a téged keresek. Nézd már meg, hát csillog. De mi van akkor belőle, ha kiharapom az SOS-t, és lerakom, hogy a nap megsüsse, és akkor... Nagyon jó vagy. Jó, és ha úgy rakod ki, akkor ez felvetíti a felhők nagyban. Ez arra lesz jó, hogy majd mondjuk, amikor már nagyon-nagyon kész vagyunk, akkor előveszük a szaloncukros csomagolást, elkezdjük nézegetni, a karácsony, ettől elkezdünk majd sírni, zokogni, gondolunk az otthoniakra, és az okokástól felmelegszünk. Igen. Jó, de jó volt a karácsony. Istenem, jó. Oké, ott vagy két gyerekkel. Meleget kell csinálnod, ugye? Nem biztos, hogy megtalálnak, túlélhető az éjszaka, tehát itt azért nem arról az, hogy a Himalájába tévedtek el, és az, hogy hónapokig. Valószínűleg gondolt, hogy reggel megtalálnak. De mégis mínusz 8 fok van, sanszos, hogy ki tudsz hűlni. Nem? Igen, két gyerek nagyon könnyű. Ezért középre kell feküdnöd, hogy a két gyerek melegítsen oldal. De most tényleg mi van? Komolyan le kell feküdnöm utána megtisztít a területre, és magamhoz ölelni a két gyereket, és egymás hőjét bent tartani? Igen.
Na de hát pont ezért kéne egy kis zugot csinálnod valamit. Én ezért mondtam, hogy egy olyan bemélyedést kell keresni, mert a medve is úgy éli túl a telet, hogy begubózik egy ilyen hát kis helyre. Hát igen, de a medve előtte azért fogyaszt egy-két sokat teszi, dolgot. Igen, de hogy a saját hőjével fölmelegíti egy picit azt a bizonyos ízét. Hát a hó... Ráadásul te is tudod, hogy a hideg levegő megtölti ezeket a vermeket, tehát ott sokkal hidegebb lesz, mint hogyha te a kifekszel. Mi van akkor, ha összegyűjti a kis köveket? Lerakom a két gyereket valahol. És építesz egy menedékház. Lerakom a két gyereket valahol, és mint Jancsi és Juliska, 10 méterenként eldobok egy követ, és azt mondom a gyerekeknek, hogy nem mozduljanak. Az nem jó, mert akkor már két gyereket is elvesztett. Ez nem jó. Megpróbálok valahol térerőt keresni, ha mondjuk nem lemerült a telefonom, csak nincs térerő. Vagy megnézem, hogy merre van észak, és elindulok abba az irányba teljesen egyenesen. Hát, hogyha van telefonod, lemerült, vagy nem volt térerő. Tehát benne az erdőben nem volt. Hát akkor már jó is vagy egyébként, mert ha van egy telefonod, hát meg egy késed, akkor igen? A telefonnak az aksiával, meg egy késsel tüzet csinálni. Persze, a telefonnak az aksiával, meg a késsel? Igen. Hogy? Ugye szétvágod az aksit. Akkor abból hogy hívják? Na, vegyed elő a telefonod. Zárlat lesz, és hát most komolyan fog vetni. Hát nem lenne ilyen drága, most magnam, ha most csinálsz tüzet az aksiból. Most odaadom cashbe a telefonod árát, és csináljunk belőle tüzet. Egy régi ilyen ezer éves valamit használsz, azért nem kár. Rohadtul nem adom oda, hogy szétvágjuk. Na, de. Tessék, csinálj nekem tüzet. Hogy van? Ezt láttam a Bear Grylls-nél. Várj, szétvágod az aksit. A késsel szétvágod az aksit, és ezzel zárlatot okozol. Emlékeim szerint. Ezt egyszer tudjuk eljátszani, megy mobilunkon. Apa, mit csinálsz? Még van benne téren, hogy fölhívhatnánk anyát. Nyugi, apát tüzet csinál. Apa, megcsinál. Igen. Apa, most már se tűz, se telefon, semmi. Ez nem lenne túl de sikeres. De anya most hív. Majd bejövök. Nem, már szétvágó látom a Bear Grylls-től, így kell csinálni. Ha hárman tévednénk el, megmondanám, mi lenne a szereposztás. Te tüzet csinálsz. Feri elkészíti, én meg, aki reflexíjjal elég sokat lőttem régen, én azt mondom, hogy maradjatok itt a feneketeken, semmi idegeskedés. És mesélek nektek arról, ha lenne most egy reflexi. Semmi idegeskedés, tessék, mindenki nyugodjon le egy kicsit, Balázs elment vadászni. De csinálnék egy ilyat, csinálnék. De miből? Hát egy köteled nincs, ami idegnek jó. Igen, elszakadt az ideg, eltört a fa, ez van, srácok. Fűzfa vesző. Jani, kész van a menedék? Kész van, mert hol a kocsi, az iskoláját már valaki mentsen már ki. Fűzfa vesző, találnék egy ilyen kis jó kis szép fűzfágat, megcsinálom az ideget, fölhúroznám. Egy óra múlva ott lenne a nyúl, aha, kilehelve, az a lelkecskét. Ott. Te már fúszhatnád nyársra. Hát igen. Utána meg is sütnénk. És miből készítették annak idén a legjobb minőségi idegeket? Például bélből. Kinek van a legtöbb bele hármunk? De akkor megint kicsinálja meg a nyulat. Bocs, Feri, nára, úgy, látok egy nagyon-nagyon szép nyulat, le akarom lőni, de kéne egy kis ideg, úgyhogy felvágnám a beledet, hogy tudjak belőle ideget csinálni. Ja, hát nézd, Feri, fadmangalicák! Én mindig mozgom. Hol lehet, Jani, hol lehet a vékony bele? Jani, szerintem egy hétig nem jutunk ki, menjünk rá a pufira. Mondjuk figyeld, az Életben maradtak című filmben is, ugye az argentin rögbi csapat előbb-utóbb kénytelen volt megenni egymást. Remélem hármunk közül azért, hogy tudod, hogy neked bánná a bal lábad legelőször. De miért is? Jani, alszol már! Fél kicsit fázok, tudnám még szerezni rőzsét. Addig vigyázok a menedékre. De Bear Grylls azt is elmondta, hogy fogj egy kígyót, hámozd meg, vagy mit csinálj vele. Igen, ez a jó kifejezés. Igen, húzd le. Vagy igen, a kígyóborkát meg nyúzd meg. Bőrözd meg, nyúzd meg, pisi bele, és van egy kulacsod. Tök jó. Teljesen reális, nem? Nyilván az első gondolatom az lesz, hogy aha, hát mibe fogok belepisilni? Ho-ho, ott egy csörgő kígyó. Hopp, elkapom, gyorsan meghámozom. Na, már is kész van a kulacs. És azt is mondta ugye, hogy lítium-ionos aksib, amit te mondtál. Beledugom, utána megnyúzom, vagy fordítva. Na mindegy, beledugom most. Én rakom bele. Igen. A lítium-ionos aksiból csinált ő tüzet, ugye? Igen. Hogy csinálta? Hát egyszerűen belevágta a kését. Belevágta a kését? Belevágta a kését, és valami kis száraz mohát gyűjtött, amit sikerült meggyújtania. Papírdarabot nyilván nem lehet vele meggyújtani, de hogyha együtt megyünk, akkor majd arra mindenképpen figyelek, hogy pont a nehéz napokon menjünk, akkor meg van nálad vatta. És akkor tudod, hogy nagyon hisztis vagyok, úgyhogy azt nem annyira szeretem. Gyerekek, nekem ez a Bear Grylls úgyis több szempontból gyanús. Kést ide. Van egy régi telefonod, most ne bánjad. Hát de régi, de jó. De jó, hát de nem a telefonodat nem akarom tönkretenni, csak az aksidat. Ne sajnál. Na de mi van, ha van térerő? De nincs térerő. Kést ide. Figyelj, után buktassuk már ezt a belőle. Micsoda? Egy utángyártott. Vendégem vagy aksira. Na, ha szikrázik, kifizeted. Jó, ha nem szikrázik, akkor okay. Ezt is begyártod. Tehát Bear Grylls azt mondta, hogy ha van nála egy litiumos aksi, belevágsz egy kést, az szikrázik. Na, van késünk? Várjál, hozunk egy kést.
Van kés szerintem itt a száríton. Mi nálad nincs kés? Mit? Hogy ne volna? Hogy nincs kés? Van, de most a kis pici van nálam. És a szikra az mit csinál? A szikra nem tud tüzet gyújtani. De a szikra meggyújtja a kis mohát, a száraz mohát, amit váltettél. A száraz moha elkezd égni, arra vékony ágakat. Vagy adsz majd egy tincset a sírodba. Na, lekapcsoltuk a lámpát, ez egy így hangulatos. Tessék, ha csinálsz 5 darab szikrát a vendégem, figyelj, nézzétek, vagy a cakcsira. Nézzétek, remélem, nem ég le a kezem. És ő azt mondta, hogy nyilván leég. Na, mit vágjál bele, ha nincs nálad kés? A Bergris nem mondta, hogy mindenkinek van egy kés automatikusan? Igen, az éles nyelvedet. Az itt teljesen egyértelmű, hogy van nálad nem, egy kés. Nem, kés, nem. Hát ez alapvető, tehát egy túrázó nem menjen sehova kés nélkül. Hát de már kés is van nálam, mert jó túrázó vagyok, akkor már tűzcsiholó eszköz is van nálam. Ja, igen, meg egy, hogy hívják, meg egy négykerék meghajtású kvad is. Igen. Igen, és a kedvenc lovam is ott van velem, nehogy valami nagy baj történjen. Jó, csinálunk belőle videót, leszettük az aksit. Igen. Egy rohadmányos szikrát. Ja, bárja, nem volt hiteles. Igen. apa, ez már nem vicces, csinálj szikrát. Jó, én vagyok a gyerek, mondott, hogy legalább lesz egy kis tűzijáték, hogy megnyugodjak. Jó, látod, hogy sírok, apa szikrázni fog. Apa, mit csinálsz? Ferének tök jó védettsége van, van egy védőszemüveg. Én már látom, hogy az első egyetlen szikra jön ki, és az a bal szemembe fog battalni. Az nem baj, mert kiesik a szemed, én meg is eszem, mert az fehérje. Apa, ez már nem vicces, mi történt a szemeddel? Jó? Tehát mit csinálsz? Mindegy, melyik oldalába nyomod bele? Ja, szerintem az teljesen mindegy. Teljesen, gyerekek, jó. azért, mert egy tévében van egy csávó, ne higgyetek el neki mindent. Biztos, hogy egy rohadt szikra nem lesz ebből. Na, várjatok. Mindent benyaltok. Hülye, mit csinálsz most? Tönkre teszi a telefonját. Imádom, hogy beáltozod a telefonodat, mármint az aksidat. Na. De most mitől félsz? Oké, videózunk. Most mit csinálsz? Jani, csak annyit mondok, hogy figyelj ide, ha nem szúrod meg jól, akkor lecsúszik és combon szúrod magad. Tehát, de mit fogsz elvérezni? Elvágok a combon egy artériát és elvérzek. Tehát arra figyelj, hogy vagy jól szúrd meg, vagy állj arra, ha megcsúszik azon az aksin, akkor belecsúszik a lábadba, csak mondom. Tudom, hogy rutinos vagy ebben, csak én már szúrtam itt combon magam. Annyit tegyetek meg, hogyha majd ha ez így történik és elmennék, akkor tényleg dobjátok fel a YouTube-ra. Jó, hogy legalább, hogy legyen híres. Ha fia, 1 millió klikkelnek legalább a YouTube, figyelj, fizessen egy kicsit. Tessék, robbanni nem tud? De messziről vág bele, hát úgy nem fog bele. Hát hogyha áttolom, ez nem a sebességtől lesz majd, hogy hívják. Hát gondoltam, hogy nem áttolom, de hát úgy nem fogod tudni átütni. A súrlódástól van a szikra, úgy nem fogod tudni. Aha, hanem zárlatot kell. Nem, zárlatot kell. Jó, okoznak. Tehát figyelj, ott vagyunk az erdőben, apuci leszette az aksiját. Igen, fogja a kést. Na, igen. Aha. A kés bele. De mit, hogy fölrobban? Nem, attól, hogy két rugós egy ilyen... De én mondom, hogy állom, ha egy szikra lesz, állom, a vendégem vagy rá. Na, figyeljetek. Nem utasd, kicsit hátrébb meg a kérés. 3, 2, 1. Aha, 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 aha. Akkor a kabó ez a Bergris, gyerekek. Gyere ide. Mit? Hova? Szagold? Mit? Hát mit a szikra? Szagoldeket a szagoldjára. Egy rohadvány szikra nincs benne. Apuci, nagyon fázom. Lesz valami? Apu, mit csinálsz? Mindjárt kész a vacsora, gyerekek. Apuci, kezdtek hideg lenni, ez már nem vicces. Szólj ma anyucinak. Mi lesz? Annyira gagyi ez a kés. Annyira gagyi ez a Bergris. És ő azt mondta, hogy belevágod az aksitba, és lesz szikra. Láttam, ott volt a tévében. Jó, mondjuk az Avatárt is láttam, de a felét nem így van. Vannak kicsi hobbitok, azért azt se kell elhinni, Jani, nem kell mindent elhinni. Aha. Figyelj, és most tedd vissza a telcsibe, szerintem hol még jó. Sehol. Apa? Apa, jól érzem, hogy ebből még nem gyújtunk tüzet, apa? Semmi gond, kicsen, mindjárt lesz belőle valami. Apa, rohadtul fázom, ez már egyáltalán nem vicces. Mit mondtatok, zapkását kértek? Na. Nagyon ügyes. Ez tök jó, mert te szétbarmoltál egy aksit, nekem ingyen volt, mert nem kell kifizetnem se. Te mehetsz ma aksit venni, és egy büdös szikránk nincsen. Az igen, a baj. Tényleg azt mondtad, hogy tökéletes. Csak akkor fizetsz, ha van szikra. Én mondtam, hogy ha csinál szikrát, állom az aksit. A zárlatos akku hője okoz tüzet, nem a szikra. Jani. Meleg? Az viszont van. Meleg? Az mi marhára meleg. Persze. Mert hogy zárlatos lesz az aksi. Aha. Figyelj, arról a téledre. Mi van? De tényleg nagyon meleg. És mert tűzforró. Aha. Mondjuk ettől még nem laktunk jól. Apa. Tényleg. Apa, ettől még nem laktunk jól. Van egy kikér még egy kis aksit. Kikér még egy kis forró aksit. Jó, tehát ezért ez nem olyan egyszerű. Nem mond hülyeséget a Bergris, de azért ebből mire te tüzet raksz? Mi van? Nem, nagyon meleg. Hát ráteszed, most ilyenkor már csak ráteszed a kis mohákat, zuzmókat. És hát onnan még hiányzik egy pár Celsius, hogy egy forró aksi azért tüzet csináljon. Tehát az még azért egy plusz 50. Jó. Jó. Félig működik, félig nem. Arról na fújjad egy kis papírt tegyél rá. Na papír jó, várjál. Nem, nem, már gyerekek, nincsen benne. Van, már nem, nem meg soha nem gyúlad meg. Hát egy radiátorra is rátesz. Meg, itt van. Gyerekek, ne legyetek ennyire laikusak. Hát azért egy radiátorra is ráteszel egy papírt. Balázska, már félre beszélsz, az éjség elvette az eszed. Az éjség és a hideg. Apa, szarvasokat látok, szarvasokat látok, megsütő. Apa, láttam az erdőben egy szerránó sonkát elmenni.
Ferike nagyon, nagyon szereti, mondd meg neki, hogy fogja meg. Hurka, hurka, kolbász, sehol. Jani, csak mondom neked, hogy egy papírdarabot ráteszed a radiátorra, és elkezded fújni, az a papírdarab nem fog meggyulladni. Igen, valami irgalmatlanul forró egyébként. A radiátor is forró, de az még hiányzik pár Celsius, hogy abból tűz legyen. Hát végül is igen. Ilyen alapon a seggemre is rakhatnánk papírdarabokat, az is forró. Füstölt, valami füstölt. Na, fújj meg! Rá, ott füstöl, füstöl! Tedd rá, miért? Ott van! Tűz van! Füstöl! Jó, ide jó, tedd már rá, kis papír, tegyél rá! Papír, füstöl a papír! Tegyél rá papírt! Meg tudjuk csinálni, föl tudjuk gyújtani a stúdiót. Apa, apa! Apa, apa, tényleg te vagy a legnagyobb! Igaz, gyerekek, igaz! Fújjad, fújjad, ne füstöl! Kicsit óvatosan. Fújjad, meg fog gyulladni. Ne nagyon fog, kicsit fújjad. Visszavonom, amit az előbb mondtam. Viszont akkor loksz 2000-rel a Janinak. A francba. Iskoláját. Ennyit nem ér. Te megúszom. De csak ha tűz van. Na jó. Gyulladj már meg, rohadj meg. Apa, apa, csapja szádra, nem beszélsz csúnyán még itt az erdő közepén se. Megmondalak anyának. Solyán, te hülye gyerek. Olyan örüljél, ha lesz tűz. Úgy beszélek, ahogy akarom, azért. Apa, addig mi elmegyünk bujócskázni Ferikével, jó? Figyelj, majd... apa, nagyon szeretünk bujócskázni, majd jövünk. Jó, apa, addig bujócskázunk itt az erdőben. Tudod, apa, a tűzről úgy is megismerünk. Visszatalálunk a füstre. Apa, figyeljük majd a lángot, jó? És visszajövünk a fényre, jó? Jó, jó, gyertek, gyertek. Szia, apa. Addigra kész lesz a vacsi, majd valami desszertet is csinálok majd nektek. Keresek nasfóját. Na jó, füstölni, füstöl, meg vagyunk. Anya, anya, merre vagy? Apa, van egy rossz hírem. Már Ferikét is elvesztettem bujócska közben. Nagyon jó, elbújt. Itt volt az előbb a Ferike, de mondtam neki, hogy ne menjen arra, de elindult. Mondtam neki, hogy hagyja maga után jeleket, rágja le a fák északi oldalát. Egy túlélő tábort ne szervezünk, nem? Ez meg lett volna. Ha van száraz valami avarunk, akkor meg vagyunk a tűzben. Erre azért én még egy túlélő tábort nem indítanék el. Tehát nem sokan fizetnének be. Jó, valami füstöl egyébként a gyerekezőről. Él túl a Börzsöny Balázzsal. Igen. Nem értem, ez a hajsütővas mindig forró szokott lenni. Nincs itt valahol egy rohadt konnektor? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Megfejtettük, gyerekek, megfejtettük az időeltolódást. Na. Megírták sokan, ezeken eszembe se jutott, de biztos így van, hogy az online adás csúszik. Miközben akkor viszont nem keveset, ennyit csúszik egy online adás, 4-5 percet is akár. Hát, tehát most ebben a pillanatban még az online-osok azt hallják, hogy kivel szeretné játszani? Ja, tényleg. Ferivel. Mi Ferivel? Legyen a Feri. Most ezt hallják az online-osok? Simán. Mert mi már ugye megyünk el hírekre, de ők még 2 percig a játékot hallgatják? Most még valójában nem is dőlt el a játék. Még behúzhatod, Feri. Online-on még... Gábor, itt vagy? Feri, online-on még bevereted. A csapjál oda, ott még jók lehetünk. Az élőadást elvesztettük, de online-ban még oda tudod tenni magad. Tehát most nyugodtan beszólhatok az online hallgatóknak, úgyhogy elmegyek reggelizni, csak 5 perc múlva fognak anyára. Csak utána látod majd az SMS-eket. Nagyon durva egyébként. Tehát, hogyha látok most valamit, ami felzaklat, például... Jaj, mi az ott? Mire na. Ezt hallják, addigra én már megnyugodtam. Addigra teket be már majd nem vagy. Azt mondja, hogy morningshow.hu meghallgatjuk saját magunkat. Én most erre kíváncsiak, hogy mennyit csúszunk. Azt mondja, morningshow.hu és ott van, hogy élőadás. Ott nem még zenélünk. Nálunk zene van. Az az igazi múlt. Ez 10 perce volt. Ez 10 perce ment. Le kéne cserélni a telefont? Hát gyerekek, nem, ami Androidon 13, az iPhone-on csak 2. Na várjál, akkor megnézem én is, várjál. Megnézem. Na figyelj, kinek van előrébb a telefonja, jó? Na, tehát nálad zene van. Ne kapcsolj, Jani, ne kapcsolj. De melyiket a Morning Show app-et nézted? Persze. Na, élőadás. Kicsi telefonom, ne hagyd cserben, ne hagyd cserben. Be tudsz kapcsolódni, igen. Hozd a szöveget. Oké? A rohadt életben. Kapcsolod be te is. Nekem egy sár. Ugyanott vagyunk. Most nekem is elindult. Hallgassuk már meg magunkat, hogy mit mondtunk az adás elején. Úgy érzem, mintha belennék tépve. Várjál, mondd azt pontos időt, és akkor tudjuk, hogy mennyi késik. Jó, na figyelj, mondok pontos időt, figyelj. Na. Hát akkor nem csodálom, hogy írnak, hogy 10 perceket késünk. És minél messzebb vagy, annál tovább késik? Tehát ha valaki Sydney-ben hallgat minket online, akkor az még a jáksót hallgatja? Vagy hogy a csiszár szól még Sydney-ben? Vagy ez hogy van? Jézusom, én
Én már semmiből semmit nem értek. Figyelj, ez tök izgi egyébként, de teljesen jó. Tehát ez a zene most indult, ha még csak most vagyunk a gitárszólónál. Tehát itt, amikor bekapcsolódtunk, akkor még az a zene eleje volt. Ez egy 2013-as zene egyébként? Ez egy Atya Isten! Mindjárt jön a szignál. Még azt meghallgatjuk? Hát mondjon a Balázs egy pontos időt, és akkor ahhoz már, hogy online-ban... Figyelj, mindjárt, most megvárom. Hogy szól? Dolby? DTS? Most nem akarok megbántani, de azért milyen jobban szól. Mutasd! Miért? Mutasd! Tedd oda! Tényleg ez a jobb? Na, akkor mutatom az enyémet. Felhangosítottad az asztal alatt. Te hát ocska. Te ocska. Hát azért értem, hogy erőlködtök ott azzal a nyomorult androiddal, de hát azért ezt a Dolby-t hallgass meg. Dolby. Figyelj, egyáltalán mi online-ba beköszönünk? De. Nagyon remélem, de. Tehát elhangzik beköszönés, vagy az online adáson csak zene megy? Figyelj. Mindjárt mondod az időt. Figyelj. Figyelj. Hát, milyen hülyék, hogy le vannak Figyelj. Maradva. Milyen gagyik. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7:13 legalábbis itt nálunk. 13? Akik most még zenét hallgatnak sokáig, azoknál majd nem ennyi lesz. Ott vagyok a múltban. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Nagyon durva. Ott vagyunk a múltban, srácok. Körösi Csoma Sándor úton vigyázott, mert a buszából szedik ki az autósokat. Ez a... Akkor ezért nem jelentkeznek nagyon sokan, akiknek beszólunk élő adásban. Mert az ismerős oda telefonál neki, hogy fia, most beszélnek rólad a Morning Show, elképesztő. Iszonyú durva. Úgy kiosztanak, tekerj oda. Oda teker, és így hol, mikor, sehol. Hülye vagy? Ez hívas már. Hát gyerekek, tehát ez azt jelenti, hogy mi 9:53 elköszönünk, és még 10 percig ott vagyunk az online adásban? Hát tehát ha én valakinek valami nagyon durvát beszólok és az online hallgat, akkor én átlépettem a határt anélkül, hogy megtalálna. Tehát én most itt beszólok, autóba ülök, elmegyek, és mire ő online meghallgatja. Így van. Így van. Addigra én már valahol... Te már csekkolsz be Liszt Ferencen. Én addigra már tudok menekülni, igen. Birsalma! Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy tényleg, ha mondjuk valaki Franciaország, Finnország, vagy mit tudom én, Peking, Ázsia, Tokió, de rengeteg helyen hallgatnak bennünket. Hogy írjanak már azok, hogy egyrészt honnan, körülbelül most mit hallanak. Jó, hogy mennyi csúszunk, hogy én nem értek ehhez, tehát technikailag nem vagyok jó, de hogy ennek van egyfajta távolsági függvénye? Szerintem nincs. Nincsen? Fölmegyem. Mert miért lenne most is 8 percet késett, és itt vagyunk Magyarországon. Aha. Na de máshol is ennyit késik egy online adás? Hát, hogyha igaz, amit írtak a Musicról, hogy ott 6 másodperc, akkor ő nekik nagyon közel van a műhol. Ki van most a Music FM-be? Bence? Minimi? Meg. Kapcsoljuk őket adásba, és nézzük, ha hasonlítsuk össze az ő online-ukat. Jó. Jó. Várjál, az, hol van itt a Musicon az online? On-air. Ez az online adás, az, hogy on-air. Mi? Hallgass online, nyilván ez az. Svédországból 2 perc. Hallgassátok meg most a Music FM-et, hogy ott beszélnek-e, vagy szinkronban megy azzal, amit itt hallotok. Ez mi? Zene. Istanbul FM. Jó, gyorsan tessék áttekerni a Music FM-re, hogy ugyanez megy-e, vagy ha nem, akkor mérjétek már le, hogy mennyit késik. De aztán nem, hogy ne tekerjetek vissza. Mit írnak? Írtak? Még nem. Azt mondja, hogy... De igen, Bence írt, hogy köszöni a hallgatottságban. De kicsit besegítünk a hallgatottságban, nincs azzal baj, szívesen tesszük. Igen, egy kicsit ilyen vissza a jövőbe utazás egyébként az egész. Egyébként akkor ez azt jelenti, hogy ha az internetet nézzük, akkor a világhálón a Csabi még többet van szabadságon. Nem csak elcsúsztatva. Igen. Igen, Balázs, te nem szoktál elkésni, csak online érkezel. Egyébként ugye? Tényleg. Igen, te ahhoz képest, hogy az otthon bekapcsolod az online, hát még ez az ötös hírek volt, ráérek. Na figyeld. Nem tudok rá több hangot adni.
az önindítók. István Dániel, Bordán Petra és Isteres Petra. Jó reggelt mindenkinek, 5 perc múlva 7:30. Bence Duna Varsányban, azt tudjuk, hogy jelenleg ott búcsúztunk erre egy ezelőtt, hogy nagyon várjuk Ritát. Bence, közben már itt kapjuk az SMS-eket, hogy hol találnak meg téged, lányok jelentkeznek, hogyha más nem a te kezedet kérnék, meg öreg nénik már megjelentek kis stokival, ott vannak a környezetben. Mi történik most? Ahó, Dani, ahó! Hallasz, puspinket? Na kérlek szépen titeket, egyelőre kapaszkodjatok meg, fogja mindenki kapaszkodjatok, fogja mindenki kapaszkodjatok, fogja mindenki kapaszkodjatok. Képzeljétek el, mi történik most? Semmi kérlek, titeket, még mindig itt állunk, és ugyanúgy várjuk. Szakítottak. Na jó. Na, hihetetlen, hogy ott is van nevettető ember. Haló? Ki az? István Dani? Egyszerre. Jó, oké, csak adásra vagyok. Köszi, Sanyi, adásra vagyok. Oké, szia, Sanyi. Közben engem meg kivogatnak az ismerősem, hogy egyszerre megy, totál egyszerre megy. És Sanyi hívd az online-on. Vagy legyen náluk is késés, vagy csinálják meg nálunk a késést. Nem csúszhatunk 8 percet, hát az ez egy, hát figyelj, ez múlt század. Hát ez egy időutazás. Hát érted, itt elmegyek, valami történik velem, elüt egy busz, és én még online beszélek. De még 8 miközben percig ti már itt engem újra éleszthetek a sarkon. Hol vagytok? Itt még a Danubius rádió szól, üdv Tamás. Akkor most már tudom, miért maradok le minden reggel a buszról 8 perccel. Én meg a sofőr cittam, mire kis Pityu. Lehet, hogy tőletek félnek, hogy valami olyat mondtak, amit nem szagol, és legalább az online-ban ki tudják sípolni? Ez egy hallgató. Tehát lehet, hogy főnökeink úgy cenzúráznak bennünket, hogy ha már azt mondják, hogy élőben nem tudnak itt ülni és megnyomni egy piros gombot, ami ugye kiléptet minket a megszólalásból, legalább az online adást cenzúrázzák? Nincs van. Legalább az országból ne kerüljön ki. Mert tudod, ami egyszer rajta van az interneten, az örökké rajta van. Igen. Tehát eltüntethetetlen az internetről valami. Tehát akkor itt valaki élőben vág, és az online streamünkre már egy vágott megy ki. Figyelni kell. Lassan megérjük, hogy a Wundersön sem élő, és itt is levesznek minket az élőről. János. Az egy hónapon belül 2 műsorra vesznek le élőbe. Az is média történet. Csinálj utánunk valaki, ha tudja. Ezt tessék utánunk csinálni. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Közeledik egy bizonyos nap, amit meg kell próbálni megakadályozni. Ha már megtörténik az a dolog, akkor legalább úgy történjen meg, hogy ne mondjuk el, hogy nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a dolog ne történjen meg. Jövét szerdán 9 órakor, és kérlek ezt vegyétek komolyan, végső útjára indul a CHS 006-os Lajstrom számmal ellátott 1983-ban gyártott színe? Aranymetál, fehér bronz. Gyémántpor. Kisposzki. Köpcenti? 650. Lóerő? 23 lóerő. Szerepek száma. Tessék, mi az, amit még nem tettünk meg? 2 darab vonalunk van. A lengyel vonalat beindítani Jersey segítségével, és ha az nem megy, 9 óra után elnöki kegyelmet kérni a Sándor Palotától. Így van, ez a köztársasági úrtól. A köztársasági elnöki úrtól. Mr. János Árnyától. Köztársasági elnöki hivatal úr. Igen. 2 dolog van. Ha ezt ma letesszük, és egyik se jár sikerrel, mindenhol kudarcot vallunk, elengedem a dolgot. Hivatalos úton nem tudjuk kimenteni. Volt egy autótolvajunk tegnap, ő ellophatta volna. Fekete Laci szabadságon van, nem tudja arrébb tüsszenteni a telepet. Így van, vagy kipöckölni az autót a falon túlra. Igen, vagy bemenni, felvenni hátizsáknak, ahogy te mondtad, és kisétálni vele. 2 esélyük van. A lengyel-magyar barátságra hivatkozva írunk egy lengyel nyelvezetű levelet, amit mindjárt megpróbálunk megszerkeszteni. Vagy az elnöki kegyelem. Ha ez se, akkor jövő szerdán ott vagyunk a búcsúztatáson, és utolsó útjára kísérjük az első autómat. Nincs más, akkor viszont bedarálják. Be. Akkor be. És nem tudjuk, hogy milyen formában szület újjá. Nem is akarom tudni, ne szülessen újra. Halljon meg, lehelje ki a lelkét, én megmentek belőle valamit, és mehet. De mi van, hogyha egy köztéri szobor lesz a fényből, amit téged ábrázol? Na, hát azért jó. Igen, az már egyébként abban benne lenni, egy kicsit Han Solo-san. Igen, félig befagyasztva. Itt az zseniális lenne. Félig befagyasztva. Igen.
Na, hívjuk föl Jerseyt, hát ha tudunk szerkeszteni egy lengyel levelet, amit el tudunk juttatni, hova akarunk eljuttatni. Na, ugye? Itt ez a kérdés. Mit akarunk csinálni egyébként egy lengyel levéllel? Azok, hogy Jersey lediktálja majd nekünk. Azt küldjük a köztársasági hivatali elnöki úrnak. Hogy komolyabb legyen, tehát hogy itt egy nemzet összefogásról van szó, nemzetek közti barátság erősítéséről, hogy a lengyeleknek is igenis fontos az, hogy ez a kis autó, ez a kis polszki Fiat, hát ugye, ami ugye az ő gyermekük is, az ő autógyártásuknak az egyik remeke, egy idolja, egy legendája, hogy ez nekik is fontos, hogy ne kerüljön csak úgy be az úszdába úgy, hogy közben meg használható. Megmondom, mit csinálunk. Jersey lediktál nekünk három mondatot. Igen. Lengyelül kér majd köztársasági kegyelmet a köztársasági elnöktől, gyorsan befaxoljuk a Sándor palotába, és 9 óra után oda csörgünk, hogy megkapták-e a faxot, vagy ha nem, akkor beszélhetünk a köztársasági elnöki úrral. Így van. Én készítek majd egy kamu pecsétet egy fél krumpliból. Legyen magyar barátság társaság, vagy mi lesz? Jó, szerkesszük meg a levelet. Szerkesszük meg a levelet. Jani, néz utána gyorsan, hogy ki a lengyel köztársasági elnök. Hamisítsunk oda egy aláírást. Faxoljuk át a levelet a Sándor palotába. Hogy úgy a lengyel... emlékszem, hogy a Jaruzelszki. Tudd meg, hogy ki a lengyel köztársasági elnök. Tudd meg, hogy hívják. Az ő nevét fogjuk aláhamisítani. Odaírjuk gyorsan, lepecsételjük. 9 óra után pedig bejutatjuk a Sándor palotába, illetve a hírek alatt már faxolunk egyet. Jó? 9 óra után pedig felhívjuk őket, mint egy ráerősítve a levélre, hogy megkapták-e. És hát valaki értelmezni, az nagyon fontos. Igen. Kell magyar fordítás hozzá? Semmi. Mintha egy hivatalos lengyel levél érkezett volna a lengyel köztársasági elnöktől, hogy szeretne elnöki kegyelmet kérni ennek a kis polszkinak. Jó. Ugye? Megvan az elnök úr neve? Hogy hívják? Azt mondja, hogy figyeljetek, már lent vagyok nagyon. Azt mondja, hogy... Jaroszláv biztos, Jaroszláv Zsibrieszki. Bronislav Komorowski. Azaz. Bronislav Komorowski. Írt, jegyzetelj, Feri, jegyzetelj. Bronislav Komorowski. Bronislav Komorowski. Ypsilon lesz... van benne valahol. Nagyon kedves arcú embernek tűnik. Az mindegy. Mindegy, nem is érdekel. Ő úgyse tud erről a levélről. Meg kell már csak szerkeszteni a levelet, ez kettő mondat lengyelül. Ehhez nekünk kell valaki, aki viszont kiválóan beszél lengyelül. És hát egy egész ország ismeri, vagy ismerhette, itt van velünk Jersey. Hello Jersey, jó reggel! Dzień dobry, jestem Jerzy Warudwari, węgiersko-polski tłumacz. Dzień dobry, sziasztok! Amit mindenki tud, mi? Hello! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Na hát ugye te a való világból lehet ismert mindenkinek, ha esetleg ne adj Isten valaki ennyi idő után már nem tudná beazonosítani, de szerintem be tudják. Kellene nekünk kettő darab jól megszerkesztett lengyel mondat. Na, mit írjunk? A megszólítás. Mit írjunk? Tisztelt köztársasági hivatali szerintem elnök. Nem, a köztársasági elnök és a köztársasági elnök között szerintem van egy ilyen finoman kedves János. Jó, nem? Tehát szerintem tudhatja. Írom. Így van. Kedves János, hogy szól ez lengyelül Jersey? Szanovné pán János. Hogy van az asszony? Legyen egy ilyen valami ilyesmit, segíts hát már. Hát kell kapcsolatokat építeni. Ez úgy szól, kérlek szépen, igen? Hogy van kedves felesége. Jepsegy, fújek, folyázana, ez egy kicsit ilyen tegező módban van, de jó, ez jó, ez szerintem. Jepsegy. Jeksemát, folyázana. Jeksemágy, az a birtokos, a mágy, ugye, igen. Jeksemágy. Tója, az a tiéd, vagy az öné, igen. Így van, a zsana pedig a feleség. Zsana. Feleséged. Tója, zsana. Igen, a zsana az pedig ilyen. De ez nagyon hasonlít a szlovák nyelvhez egyébként, sok szempontból van átfedés. Hogy van lengyelül a prostata? Ez nem a levél miatt kérdezem, csak új orvosom van. Igen. Ki új ülte? Orvos itt akkor még nem voltam. Úgyhogy ezt most nem tudom, sajnos. Ezt hogy Jani magát szempontból kérdezte. A kilincset tudom, az a klámke, nem tudom, hogy ebben segítettem. Oké, tehát a levélen jelen pillanatban úgy állunk, hogy kedves János, ugye ez megvan... Zsenovnyi pán János. Igen, olvasd Feri. Jepsem egy tója zsana. Hogy van a kedves asszony? Szerintem ez a bevezetés után rátérhetünk arra, hogy mit akarunk, nem? Ne húzzuk az időt. Persze, nem ér rá. Mit írjunk neki? Szeretnélek megkérni, hogy részesítsd köztársasági úri kegyelmi úrban a kis polszkit? Vagy hogy fogalmazunk ezt meg rendesen? Segíts nekünk. Segíts nekünk. Segíts nekünk. Még... Jó, adjuk meg a hangulatát. Segíts nekünk. Drámai a helyzet. Segíts nekünk. Térden állva könyörgünk. Segíts nekünk, baj van. Segíts nekünk, baj van. Ez hogy szól lengyelül? Pamus nem prosicsebje, mert egy problém. Igen. Segíts nekünk, baj van. Baj van. Prosicsebje, pamus nem, máme problém. Na most az előbb a pamusnával kezdted, most nekem ne zavarjál be. Pamusnál, prosicsebje, máme problém. Prosicsebje. Így van, tökéletes. Tessék. Ja. A máme az ennyire nekünk problémánk van. Máme problém. Így van. Térjünk a tárgyra egy mondattal és zárjuk rövidre. Nem? Mi is devizaitelesek vagy.
Ti mit csináltok? Jó, jó, azt mondja, hogy, hogy bezúzzák a bezúzzák a fiátat. De ne legyen ilyen, ne, most már kérjük már meg azt a rohadt kegyelmet, hát ja. Ne indítsuk ő messziről. Jó, kegyelmet kérünk. A kis Polszkinak. Kegyelmet kérünk a CH006-os rendszámú kis Polszkira. Jó? Ez hogy szól? Elnöki kegyelmet, vagy kegyelmet kérünk, vagy kegyelmezzetek meg a kis Polszkinak. Ez hogy szól? Sprosime. Republiki Zecspospolitei Polszke. Nagyon megbonyolítottam. Hát nagyon. Prosime. Zecspospolitei Polszke. Zsesz-posztolicke. Ezt le tudnád írni? Posztolicke. Posztolicke. Igen, mondjuk már meg neki, hogy mit akarunk. Żeby nie wycofać moje auta. Moje auta. Moje auta. Érteni fogja. Moje auta. Okay. Auta. Szeretettel, baráti tisztelettel, üdvözlettel. Pozdrowienia, üdvözlettel. Ezt tudod mi? Igen. Jó, ez megvan. Oké. Nagyjából kész a levél. Akkor ezt nekünk el kell juttatni, nem? Igen. Győrzi, nagyon-nagyon szépen köszönjük akkor a segítséget. Vigyázz magadra, ciao, hello. Na, megvagy fogva mi. Jenovi, pán Janás. Je primať toja žena. Kabuzál egy kicsit, kérlek. Pamulcsa. Azaz, pamulcsa. Pamulcsa, igen. Jó, mamme, problém. Anyám, van egy probléma. Kérlek, vegyétek komolyan ezt a dolgot, az utolsó esélyünk. Vagy megadja a kegyelmet, vagy vége. Értitek? Bezúzzák az autómat. Nevetgélünk, humorizálunk, de jövő szerdán ki leheli a lelkét. A kis Polszki, ezt nem szabad hagyni. Elküldjük? Mehet. Megtaláltam a faxot. Itt van. De van e-mailük is. Fax az gyorsabb, mert e-mail jön száz, a fax az egyből így legurul, azt ott meghallják. Valaki meghallja, jött a fax, nem? És elolvassa. Mehet? Jó, fax. Jó, elküldjük a faxot, aztán 9 óra után pedig fölhívjuk őket. Na, mit csináljunk? Elment a fax. Az utolsó reménységünk, ha elnöki kegyelemben részesítik a kis Polszkit, vagy szerdán bezúzzuk, és vége. Megadjuk a végtisztességet. Senki nem vádolhat meg minket azzal, hogy nem teszünk meg mindent azért, hogy megmentsük azt a kis autót. Gyakorlatilag nem is alulról kezdtük el építeni ezt a dolgot, hanem legfelül kezdtük. A följebb. Nincs. Nincs. De most gondolom, még megvádolhatnak. Legfeljebb, hogyha fizetünk volna valahol egy misét. Mondjad, most még megvádolhatnak, hogy nem tettünk meg mindent. Kimentünk-e már oda, érted, a köztársasági elnök hivatalhoz, vagy megpróbáltuk-e őket hívni, vagy valami, mert jó, hogy faxolunk, tudjuk, hogy megérkezett a fax. Legalább egy emberrel, egy faxkezelővel beszélünk, aki azt mondja, hogy itt a fax. Nem vagy egy nagy faxoló, látom, ha elküldöd a faxot és visszakapsz azonnal egy okijelzést, akkor az megérkezett. Tehát nem, ez nem ilyen. Meg, Jocó, megérkezett? Kijöttek éppen a papi, hallod? Jó, és ha van egy okijelzés. És ha visszaokéz rosszul? Nem, vissza nem okéz rosszul. Tehát ez már csak akkor átment, akkor megkapod, hogy nem sikerült kézbesíteni. Te kivel vagy? Jó, hát de megértem, hát ti nem faxoltok. Fákjajelekkel átízni, vagy pedig átdobunk egy libát. Ti felgyújtottátok a szénabogát, és akkor tudták, hogy feléknél baj van, menni kell segíteni. És hát persze ég a szénabogja, hogy baj. Jó, olyan már előfordult bent a szerkesztőségben, hogy Zsűr véletlenül egy írat megsemmisítőbe rakta a faxot, mert összekevert a két írat egymással, de ebben az esetben szerintem nem ez történt. Valószínűleg átment. Jó, figyeljetek, nem váratunk tovább. Fax elment. Meg vagyunk. Kis Polszki utolsó reménysége az elnöki kegyelem. Így van. Letöltöttem a köztársasági elnöki hivatal címét, telefonját, faxát, a honlap URL-jét, sajtókapcsolatot és mindent. Megvan a telefonszám. Íme. Atya úristen! Felvigyázz! Mielőtt bárkit is hívnánk, én felmegyek a Google Earth-re, hogy ne csak lélekben legyek ott, megkeresem a Sándor palotát. Igen, mintha ott állnál a palota előtt. Nincs más. Ha ma nem kapjuk meg az elnöki kegyelmet, oda az autó. Itt nagyon sokan írnak, hogy bontós ismerős, vasárba megveszed, így kihozod, úgy kihozod. Ott, azon a telepen, ahon áll, ott már szerintem őrzik. Tehát ott már csak azért sem adnák oda, mert tudják, hogy brutális ellenőrzést kapnának. Azt már sehogy nem lehet onnan kihazudni, kilopni, kiszedni. Na de mi van akkor, hogyha a köztársasági úr abban a pillanatban, amikor rácsörögnek majd a Sándor palotából, mert hát ugye nincsen itt, éppen egy kerekasztal beszélgetésen vesz részt, akkor azt fogja majd mondani, hogy ízének Milos Zémannak mondjuk egy ízének. Milos, szabad ne felejt, pillanat. Háló? Milos, ne felejt, Balázsék vannak a vonalban. Hát ez életszerű? Szerintem csak így kérdezem. Jó, mi a Sándor palotába azért próbálunk eljutni, hogy meglegyen a hivatalos.
No, tehát rácsöröketnénk azonnal. Nyoma legyen. Nyoma legyen. Rácsöröketnénk azonnal a mobilján, de mi megadjuk a hivatalos formáját ennek. Hívjuk. Jó? Anna, átküldtem a telefonszámot. Megpróbáljuk, hogy fölveszik-e. Mit akarunk? Én már nagyon készült vagyok. Kérdeztem? Kegyelmet. Így van, kegyelmet akkor csak kis poszkira. De úgy kezd, hogy kegyelem! Na, figyelek. Hívja az Anna? Hát reméljük. Beadta a zsűr? A vonal. Lehet itt valahol reggelizni? Na, figyeljen. Nem? Koncentrálj. Hallasz valamit? Ez az. Kicsönk! A telefon. Normálisan. Srácok, komolyabban. Figyelj. Mégiscsak a sátorpalotát hívjuk. Hány óra van, Jani? Hány óra van? 9 óra 12. Miért nem veszik be? Lehet, hogy kint van mindenki az ATR-re. Nem. Hát, hol lenni? Őrség nem hagyja el. Ott az őrség. Hát az őrség föl kell, hogy vegyek. De ők nem mehetnek be. Hova? Az épületben hallják a csörgést. Hallják a csörgést, most egymásra néznek, és nem tudják, hogy mi van. Nagy Marmata Józsi. De nem mertek, nem mozdulhatok el innen. Marika vagyok, a takarító. Felettesed vagyok, ez parancs. Nagy a baj. Jó. Azt gondolom, elengedhetjük. Nem? Ezt most nem vették föl. Zseniális vagy. De hogy megállapítottam? De hogy megállapítottam? Hát... Most nem, hát fiam, a 20-20 csak... az épészérbe így megint. Mondj egy ellenérvet erre. Jó. Nincs, nem adom föl. Ötleted? Nem adom föl, gyerekek, nem adom akkor föl. Akkor hívjuk a vidékfejlesztési részt. Nem, kell a kegyelem. Nem zúzhatják be azt a kis polszkit. Nem zúzhatják, nem adom. Tehát nem adom. Én az első automat nem adom. Tényleg. Azt nem zúzhatják be jövő egyszerben. Oké. Van még egy telefonszám. Ez pedig a maga a hivatalnak a sajtófőnökének a telefonszáma. Hm? Egy közvetlen szám? Ilyen nem is van. Egy hotvonal? Hívjuk őt, jó? Ja, akkor menjünk máshogy, tessék? Nincs most kint. Hát ott van mobil, ha kín van. Ja, biztos, hogy fizetik neki a külföldi hívást. Persze, próbáljuk meg akkor a sajtófőnököt elérni, jó? Hívjuk akkor. Nagyon kedves, hogy nagyon szimpatikus. Megkérdezem, hogy vállalja a hívásnak a költségeit. Nagyon szimpatikus, kedves hölgyek. Na, ágyazol, hallom. Ha ő se veszi föl, a kis poszkim hallott. Áó! Hello, Balázs Morning Show, Jani, Feri és Itza. Mi az Anitát keressük, hello! Jó reggelt kívánok, Altonyai Anita vagyok. Anita, hello! Tudomásom szerint te vagy a köztársasági hivatal, vagy elnöki hivatal sajtó főnöke, jól mondom? Igen, nagyon pontosan. Gyerekek! Úton vagyunk. Megérkeztél, vagy nagyon jó helyen vagyunk. Itt vagy most éppen Magyarországon? Kis poszkival vagytok úton, gondolom. Vagy kint vagy most te is a lengyelországi találkozón? Nem, itthon vagyok. Parancsoljatok, kérdezzetek. Hú, de jó, csak nem kerül sokba a hívás. Meddig terelhetjük a mobil számládat hívva. Figyelj ide, egy nagyon nagy problémánk van, és szeretnénk segítséget kérni. Van nekem egy autóm, illetve pontosabban volt egy kis polszki. CHS 006 a rendszáma, két héttel ezelőtt a tudomásunkra jutott, hogy ezt az autót beküldik a darálóba. Megpróbáltuk minden úton, módon kihozni, de lehetetlen. Tehát ami egyszer oda bekerül, ugyanabban a formájában nem tud kijönni. És hát végtelenül szomorú vagyok. Érzem a hangodon, gondolom mennyire meghalt téged ez a történet. Nekem is van, illetve nekem is volt élményem kis polszkival, én is kötődöm hozzá, úgyhogy azért mondom, hogy szomorú vagyok. Szóval, hogy a történet, az tulajdonképpen oda jutottunk, hogy nem tudunk mástól segítséget kérni, mint a köztársasági elnökünktől, hogy részesítse elnöki kegyelemben az autót. Adjon egy olyan okiratot, amivel mi nagyon magabiztosan szerda reggel a darálás előtti utolsó percbe besétálunk, megmutatjuk, és elnöki kegyelemmel kihozzuk az autót. Aztán, hogy mi lesz az autó sorsa, ez egy más kérdés, de szeretnénk elnöki kegyelmet kérni. Hogy erre milyen lehetőség van, mit mondasz erre, hogy tudnánk közel férkőzni Jánosz szívéhez? Hát, hirtelenjében több dolog jutott eszembe. Az első, hogy miért nem a lengyel köztársasági elnököt fordultak. Mert hogy együtt vannak amúgy is, tehát hogy Bronyiszláv és János most nyilván együtt kapucsinoznak. De ha megnézed a faxot, kell, hogy legyen egy fax a lengyel köztársasági elnököt. Igen, a kollégáim jelezték, hogy érkezett egy fax. Ott van a fax. Csak mondom, hogy a lengyel köztársaság elnök írt egy faxot, ő vele már ezt elintéztük, volt kapcsolatunk hozzá. Tehát a hivatalos vonal... És mivel vigasztaltitek? Tessék?
Mivel vigasztalt titeket? Hát az maradjon a mi titkunk, hogy hogy sikerült ezt a faxot eljutatni a Sándor palotába. Szóval, mit tudunk tenni az ügy érdekében? Vagy, hát te ismered azért nyilván a köztársasági elnök urat, hogy mégis a szívére akarok egy kicsit hatni, hogy egyszer egy ilyen nyomtatvány. Tudod, Obama is minden évben megment egy pulykát, hogy mit tudom én, a köztársasági elnök minden évben megmenteni egy első autó tulajdonos, egy Polszki, de mit tudom én? Tehát van erre bármilyen esélyünk szerinted? Hát a köztársasági elnök úr kegyelmi jogkörének gyakorlását illetően, amennyiben ez egy kis Polszkit érint, én nem tudok előzetesen nyilatkozni. Mert hiszen ez a köztársasági elnök jogköre, és csak akkor hozhat kegyelmet, hogyha előzetesen valaki már büntetést kapott. Ez a kis autó valószínűleg nem kapott büntetést, egész egyszerűen eljárt fölötte az idő. Ez halálbüntetés. Hát állj már meg, ez maga a halálbüntetés. Milyen erősebb büntetés kell, mint hogy jövő szerdán ezt a kis autót, a lelkemet beküldik a darálóba, és megsemmisítik. Hát ez egyelő a halálbüntetése. Hát ennél durvábbat tényleg nem tudunk mondani. Az igazság az, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi jogkörét az alaptörvény szerint úgy gyakorolhatja, hogy bár nincs semmilyen feltételhez kötve, vagy körülményhez kötve az ő döntése, közvetlenül nem járhat el kegyelmi ügyekben. Minden esetben arra van szükség, hogy a közigazgatás és igazságügyi miniszter, vagy pedig a legfőbb ügyész egy előterjesztést írjon a köztársasági elnöknek, amiben leírja a problémát, aha, és az elnök csak ezt követően hozhat döntést. Nem meri vállalni a felelősséget a döntésért? Figyelj, nem, hát az alaptörvényet mondja, akkor ugye jogtisztelő állampolgárok révén muszáj ezeket a szabályokat betartani, úgyhogy én nekem rögtön az első javaslatom, hogy a miniszter úrhoz kellene fordulni, hogy ő ilyen. Ha érkezik a miniszter úrtól egy fax a következő 10 percben, elegendő-e az a formalitások, véget kérdezem, ha megjön egy ilyen fax, aláírva pecséttel, akkor mehetünk-e tovább az ügyben, ha mondjuk 10 perc van, landol egy fax tőle? Hát akkor mindenképpen türelmet kell, hogy kérjünk, mert ugye minden kegyelmi ügy megfontolást igényel. A köztársasági elnök úr a pozitív és a negatív érveket egyaránt figyelembe veszi, és azt követően döntést hoz. Ez egy hosszabb eljárás, hogyha ilyen. Ha ilyen szigorúan fogalmazok, akkor ezt muszáj kivágni. Anita, bocsánat, csak egyetlen kis, olyat nem lehet, hogy te most mondjuk kiutazol hozzá, és amikor jön hazafelé a lengyelországi találkozóra, hogy beülsz mellé az autóba, és akkor mutogatsz neki ilyen kis poszki képeket, hogy ugye milyen aranyos, szerintem ugye milyen helyes. Szerintem biztosan neki is volt élménye már kis poszkival. Volt élménye, aha. Hát olyan sokan vagyunk itt Magyarországon, azt gondolom, abszolút, akik kötődnek a kis poszkihoz. Az én szívem is vérzik, én egyébként drukkolok, hogy ne kerüljön az útjába ez a szegény kis autó. Drága de vagy. Per pillanat tehetetlen vagyok. De ez az egyetlen út, hát értsd meg. De drága vagy, már az is, hogy egyáltalán ezt vállalod ezt a beszélgetést, és ilyen helyesen próbálsz nekünk segíteni, nagyon-nagyon helyesek vagy. Azt nem lehet megcsinálni, hogy amikor a Brunyiszlávval írják alá a papírokat, tudod, a megegyezést. Oda közé csempészni egy ilyet, hogy szabad a Polszki. Áder János Brunyiszláv Komorowski. Igen, hatot aláírja, az ötödik papír egy ilyen free Polszki, tudod, és valahogy aláírja. Jó, Anita, hát drága vagy, hogy próbáltál nekünk segíteni, nem mondom. Hogy sokra jutottunk, de én tudom, hogy nyilván, nem voltam nagyon hatékony. De nem, hát már azt, hogy segítesz nekünk, már azért nagy dolog. Nekem megmondom őszintén, hogy túl szögletesnek tűnik ez az egész. Pedig mindenki hát, tudja a világon, hogy business is business. A kegyelmi ügy, az kegyelmi ügy. Sajnos szögletes az alaptörvény. Na, fordítsuk komolyra a szót, de eddig csak tréfálkoztunk itt egymással. Ajánlunk egy bizniszt. Na. Jánosnak. Jesztusom. Ha belemegy, ha megvan a kegyelem, mind a hárman szakállas bajuszos emberek vagyunk. Ha belemegy, ha kegyelmet ad az autónak, egy hónapon keresztül mi csak bajuszosok leszünk. Na? Hogy fogjátok hogy megoldani? Abban a pillanatban, ha megvan a kegyelmi aláírt tulajdonképpen papír, ugye, akkor csak bajusz, egy hónapon keresztül. Csak bajusz. Business is business, understand? Csak bajusz. Jó. Ha, én mondom, drukkolok annak a kis autónak. De drága vagy. Anita, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Nagyon-nagyon jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen, hogy beszéltünk. Nagyon szívesen, szervusztok. Hello, szia-szia. Altúriai Anitával beszélgettünk. Milyen szimpatikus. A köztársasági elnök hivatal sajtófőnökével. Helyes volt, kedves volt. Semmire nem jutottunk. Gyerekek, semmire nem jutottunk. Megjegyeztétek a minisztert, akit alá kell hamisítsunk? Áder János. Mi a maldát?
Ja, nem, ők a közösségú. Gyerekek, zúzda lesz ebből. Nem, hát figyelj, ne engedd el. Ennyi? Hát nem tudok már mit csinálni. Én több papírt nem hamisítok. Fel kell hívnunk a legfőbb ügyét! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Elérkezett a legszomorúbb pillanat ezen a héten. Feri, hát itt nagyon szomorú bár a helyzet igazából. Megérkeztünk, és hát ebben a pillanatban rakják föl szegény Kispockit egy állványra tulajdonképpen. Én még egy pillanatra meg tudtam simogatni, szembenézni vele, odaállni mellé. A János már csak a koszorút tudta ráhelyezni, mert abban a pillanatban rámartak az itt dolgozó emberek, és már egy padra föltették, hogy előkészítsék a bontást. Kiszerelték a szélvédőjét szegénykémnek, elkezdik leszedni a gumikat, leengedték az olajszintet, mi pedig itt állunk megrendülten. Egyébként egy meglehetősen jelentős tömeg gyűlt össze a buszhatásra. Egyébként, hogy végigkísérjék ők is ezeket a szomorú és megismételhetetlen pillanatokat, és nagyon komolyan mondom, hogy amikor befordultunk a telepre, és Balázs meglátta, jobbra pillanatot is meglátta árválkodni egy hatalmas, ilyen könnyűfém szerkezetes csarnok előtt árválkodni a kis autót, hát konkrétan elcsuklott a hangja. És én megismertem őt. Milyen nagyon állapotban sok, van a kocsi? Bocsáss meg, ez többé-kevés egy nekrológ felülésén szállás közben. Eleve keresgéljük a szavakat, elcsuklik a hangunk, a könnyeinket törölgetjük, és körbejártuk az autót egyébként, és hát a Balázsban rengeteg szép emlék merült fel abban a pillanatban. Hát ugye, hogyha azok a legényfoltos kárpítok mesélni tudnának, amikkel burkolva vannak az ülések. Hát a helyzet az, hogy azt akartad kérdezni, hogy milyen állapotban van. Figyelj, igazából szívem szerint beülnék és kivinném. Tehát a kocsi megy, tegnap mentek vele, ma még lett volna lehetőség kipróbálni. Úgyhogy a kocsi tök jó állapotban van, most elkezdték szétszedni, és amit Jani is mond egyébként, hogy érkeztünk egy ilyen baromi rideg, ilyen vashulladékokkal felhalmozott gumiabroncsokkal telített terepre, és ott áll szegénykém magányosan, Valopolák felirat egyébként még rajta, egy kis reszám már rajta a koszorú, hát megrendítő, és most már egyre rosszabb állapotban van, egyre közelebb kerül a bontáshoz, már nincsen ablakai, és nincs benne fékfolyadék sem, már ablaka akkor sem volt, amikor nekem volt, neki törték a kacsot, és egy hónapig úgy jártam vele, hogy nem tetettem bele újat, úgyhogy hát megrendít. Így látni egyébként, igen. És ahogy nézegetjük, tényleg egyre szomorúbbak leszünk, főleg ha abba gondolunk bele, hogy igazából a tangó nincs is olyan messze, kivihetnénk, még egy kis pénzt csinálhatnánk belőle itt az écserén. De hát sajnos ebből már nem lesz, ebből már pénz nem lesz, csak egy marék ócskavas. Riadtan nézzük egyébként, melyik Fekete Lacit várom, hát a felbukkan egy oroszlán üvöltéssel, a gyerekeimért fölkapja és kirohan vele, de nincs itt őse igazából. A darálót már látjátok? Magának reggelére 8 gyöngytyúkot és 70 darab tojás. Mit kérdeztél? A darálót már látjátok? Hogy néz ki a szerkezet? Hát darálóra nem látni rá egyébként, de talán jobb is meglehetősen lélekülő. Őt most majd, amikor itt letisztították, akkor egy ilyen hatalmas nagy ilyen markolószerű valamivel fölkapják, átrakják egy futószalagra, ott majd kicsit megállunk, felmegyük a daráló tetejébe, és ott fogjuk megnyomni majd a gombot a nekrológ elmondása után. Magát a daráló szerkezetet nem látjuk, ami kijön belőle az állapotokat, ilyen autómaradványokat, meg mindenféle dolgot, azokat igen. De magát a darálót egyelőre még nem mertük megnézni. És a daráló, ha durvább a daráló annál a szerkezetnél, ami mellett állunk, mert hogy ez a Markol, ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogy a Transformers filmekből egy Megatron, sőt nem is egy Megatron, hanem egy álca jött volna ide, értünk, hogy elrabolja ezt a kis autót, irgalmatlan fogakkal itt ácsorog, és bent a fülkében pedig egy napszemüveges, szemfelen arcú gyilkos ül. Na, itt mellettem Hoffmann Nándor, az ügyvezetője a telepnek. Hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért mi nem megtettünk, hogy ezt az autót kihozzuk, de hogy nálatok szigorúbb emberrel nem nagyon találkoztunk. Tehát megpróbáltuk a rendőrséget keresztül, köztársasági elnöki hivatalon keresztül. Nem akartatok ezt az autót odaadni már. Így van, köszönjük szépen a méltató szép magat a telepről, és köszönjük titeket itt a Migu Kártérnél. Ami való igaz, hogy óriási nyomást helyeztetek ránk, tehát nem volt egyszerű az elmúlt egy-másfél hetet átvészelnünk, de nem törtünk meg, a jogszabályi előírások azok minket is kötnek, tehát sajnos a mai napon bezúzzuk a Kispolszkit. Ő egy gép, ő nem ember, ő egy kibernetikus organizmus, egy élő szövet a belső fémvázon.
Nem, neki nincsenek érzései. Vigasztalja meg minket azzal, hogy amikor beálltál a non-stopban a közülről, hogy hagymát, kenyeret, tejet vegyél és némi édességet a gyereknek, azért oda kiábál lesz egy-két nyugdíjas, hogy szemetek, gyilkosok! Egyszerűen kell kérdezni, nem csak én, a kollégáim is, tehát elég nagy közösségnek vagyunk kitéve azóta. Hát bízunk benne, hogy azért szépen el fog ülni ez a bot. Mi történik most az autóval azon kívül, hogy éppen apró darabokra szedik, felkészítettek a bontásra, ő még mindig kitart, ő még mindig néz rám, még könyörgően esetleg egy-egy pillantással próbálja valahogy a dolgot túlélni, és azt üzeni, hogy ments meg kisgazdám, még itt vagyok, most még megteheted. De már nem tudjuk csinálni, mert körülbelül 5-en veszik körül, hogy most mit történik? Előkészítettek a bontásra? Így van, ez az úgynevezett szárazra fektetés folyamat, ami megelőzi a darálóba történő a feldolgozást. Így gyakorlatilag az összes veszélyes anyagtól megszabadítjuk a kis polszkit, úgy mint akkumulátor, olaj, üzemanyag, kerekek, szélvédők. Ezt tűzően fogjuk átvinni a daráló tövébe, ahonnan egy másik rakodógép majd szállja a futószalagra, ahol is pedig majd az őrlőtérbe kerül a kis autó. Kaphatok-e valamilyen ajándékot belőle, legalább valami kis maradványt, vagy bármit, vagy olyat, amit az ember el tud rakni emlékbe, mégiscsak az első autójának a megsemmisítésén van itt. Így van, természetesen felkészültünk azért erre a kérdésre, úgyhogy igyekszünk majd minél előbb egy darabkát a daráló túloldaláról megmenekíteni, amire majd ráfűzik a sorszínek a sluszkulcsát. Ó, meg lesz a sluszkulcs, de jó. Meg van a sluszkulcs, ezt kényesen őriztük a mai napig, úgyhogy ezzel készültünk meg. Én pedig azt fogom, hogy fel fogok fogni egy kis ólomkristály üvegcsébe, fel fogok az ő véréből, az ő olajából egy cseppet, amit Balázs ezentúl egy fehér anyal a nyakláncon, a nyakában fog hordani élete végéig, és vele együtt kerül majd a családi kriptába. Csak mondom egyébként, hogy ugrókódos a riasztó, úgyhogy vigyázzál, mert nagyon-nagyon drága, és baromi jó. A kis polákon ugrókódos, áh? Hát ebben a pillanatban egyébként a kis polckit már kitolták, nincs rajta kerekek, most már azért hát kicsit beszédhibás állapotban van tulajdonképp, és egyedül a koszorú az, ami rajta van tulajdonképpen, nagyon szép, elő mi ráraktunk egy koszorút, most már ilyen bontás közeli állapotban van, úgy néz ki. Hát így gumik nélkül úgy néz ki, mint egy sinautó. Konkrétan. Hogy hívják ezt a szerkezetet, ami most rámar az autóra? Ez egy hosszorakodó, ami pedig pályával összeroppantja az autót, és úgy fogja megragadni, úgy tesz majd a serdert. Ne! Hát ez durvább, mint gondoltam. Jézus Mária! Ezt ne akar tudni, hogy történt ebben a pillanatban egy sokkezű, markoszerű valami rámar az autóra, először kapciót csinált belőle, majd pedig úgy, ahogy van, fölkapta a kis polszkit az égből 15 méter magasra, és ott viszi azt az autót, ami majdnem 30 évet élt, és az én első autóm volt, és most már csak egy kabriószerű valami kis lény van belőle. De hát már a megszemisítés közelén. A kezelő arcán látjátok az örömöt, hogy ezt csinálhatja a kocsival? Nem, full profik, ők gépek, ők szemtelen állatunk, nyilván ezt nem kell komolyan. Figyeljetek, gyakorlatilag úgy néz ki most ez a szerencsétlen kis autó, mint egy Dodge-em. Olyan Dodge-em, mint amivel mondjuk Fekete Laci valamelyik fiával Dodge-emezett volna kint egy vidám parkba, és összementek. Van egyszerűen tökéletes, és annyira egyébként drámaiak a pillanatok, hogy tényleg el se hiszitek. Amikor felemelték a kis autót, akkor még az aljából szinte kifröccsent valami, nem tudom, hogy fékfolyadék, vagy valami olaj. Vére. Így van, a vére, az ő kis vére iszonyú ijesztő volt. Hát Feri, ezt jobb, hogy nem látod egyébként. De aki szeretted az első autót, hát ezt jobb nem végignézni. Most már egyébként a pontóhoz sétálunk, egyébként a gyászmenet, körülbelül 20-an vagy 25-en vagyunk, nem tudom, hogy kikök, vonulunk, mint a konkrét temetésen a kis autó után. Jézusom, és így lóvája, és dobálnak az én autómból. Most ezt direkt csináltak. Most nem. És dobálják egymást. Megjelent még egy markoló, és ide-oda dobálják a kis autót. Miért csináljátok? Beszed, Laci. Ha van szívetek. Ebben a pillanatban az egyik ilyen markolóautó átadta a másik markolónak, úgyhogy ledobta a földre, és apró darabokra törik, dúzzák, játszanak vele, mintha labdáznának. Ők nem emberek, János. Adja úr, ez körülbelül olyan jelent, mint hogyha ilyen mechanikus küklopszok játszadoznának Odysseus társaival. Figyelj, igen. Össze-vissza dobálták, és most az egyik, ha már teljesen alaktalan roncsá váló kis autót felemel, és valahova átviszi. Így azért nem vinném műszakira, nem Jani? Tehát azért lehet, hogy előtte egy állapotfelmérés megérne.
most körülbelül a 25 méter vagy 20 méteren lóg a kisport ki, játszanak vele tényleg, mint a tigrisek, amikor tudod, hogy megkapnak valami kis állatot, amit így először ide-oda dobálnak, és ebben a pillanatban ráhelyezik a futószalagra, ami most még áll, ugye? Most áll így, felmennünk majd, hogy ráhelyezték egy ilyen baromi nagy futószalagra, és innentől kezdve most már a futószalag másik végén pedig egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen kicsit ilyen gyárszerű, ilyen üzemszerű képződmény van, az lett maga a daráló. Innen most már semmi nem ment meg minket. Balázs, elindul a darálóba. A koszorút azt kaptátok az üzemtől, vagy azt mi vittük oda? Nem, a koszorút azt mi vittük, még el akartam volna olvasni, hogy mi van rajta, de meg semmi sült. Igazából nem marad belőle semmi. Hát azt gondolom, hogy ez a halott gyalázásnak egyfajta, nem is tudom, mesterfok, amit itt csinálnak, semmiféle tisztelet, semmiféle szeretet nincs bennük, ahogy dolgoznak. Rajta volt a koszorú Feri, de hát a fele leesett a földre, a fele ott van az autón. Nem szép látvány. Jézus Mária. Komolyan egyébként ijesztő volt az egész látvány, meg annyira drámai. Most még visszajött a motorháztetőért is, ez a nagy rohadt gép, és viszi azt is a szalagra. És próbáld meg kitépni a fogai közül. Biztos, hogy van neked családod, biztos, hogy te is laksz valahol. Így van. Biztos, hogy meg tudunk találni, hogy ezt irányod az autómmal. Megtalálunk a szemét. Akárhogy is hívnak, most olvasom, hogy Liep Herkules 24, soha ne felejtjük el a neved. Gyerekek, ez elég szomorú ez a helyzet, ami itt van. Továbbra is fekszik a futószalagnak a végén, és már mindenki csak a gomb megnyomására vár. Összetörve, megalázva, megbecstelenítve, kiszolgáltatottan fekszik. Nem egy szép látvány egyébként, tehát ezt így az ember végignézi, tényleg kicsit megrendül, hogy az az autó, amit akkor szeretett, vagy akkor nem szeretett, csak utólag, az most ilyen állapotban fekszik egy futószalag végén, egy gomb megnyomás, és megy a darálóba. Szomorú helyzetet. De legalább azt a gombot te nyomhatod meg, és nem ezek a profi gyilkosok. Mondanék pár jó szót akkor, jó? Így a kis autóról, mielőtt megnyomjuk a gombot, illetve mielőtt kiadnánk a jelet akkor, hogy megnyomjuk a gombot. Mert nincs szívem megnyomni a gombot. Kedves egybegyűltek, drága kis autóm. Jó autó voltál, szerettelek. Szerettelek, mert te voltál nekem ez az első. Szerettelek, mert azt gondoltam, hogy ha veled száguldok, mi ketten legyőzhetetlenek vagyunk. Nem volt akkor más, csak te, én és a sebesség. Tudnod kell, hogy ugyanakkor meg is bocsátok. Megbocsátok neked, hogy soha, de soha nem jutottam el oda, ahova elindultam. Megbocsátok neked, hogy mindig akkor hagytál magamra, és akkor romlottál el, amikor a legfontosabb lett volna odaérnem. Megbocsátom neked, hogy 6 téli kabátomat tetted tönkre, mikor kiszereltem az aksidat, hogy feltöltsem, dolgoztam veled, meghoztam, de pedig lespriccelt akkumulátorsval. Nem felejtem el a kalandozásokat a hármas határhegyem, amikor kipattantam az autóból, belőle, drága barátom, átrohantam a másik oldalra, feltekertem az ablakot, és együtt ketten elkaptuk azt a lányt. Isten veled, drága kis autóm, nyugodj békében, vigyázz magadra odá. Legyenek veled az égiek, és ők is vigyázzanak rád. Isten veled, drága barátom. Nyomjuk meg a gombot. Elhangzott a duda, megnyomjuk a gombot. Videóval rögzítjük természetesen, és ebben a pillanatban a kis autó 4 km/h sebességgel elindult a végső helyére. Rajta van a futószalagon, itt megy el előttünk, mi egy 20 méteres emelvényen állunk, az autó itt megy el előttünk, és esik bele abba a szörnyű képszörnybe, ahol aztán apró darabokra hullik. A koszorú az autón, ő pedig halad a végső megsemmisülés felé. Így van, körülbelül akkora sebességgel halad, amivel egyébként a Hungária körúton is délután 2-kor mehetett, azzal a különbséggel, hogy 10 méterenként nem áll le a motorja. Jaj, Istenem, halad a kis autó, már csak egy jó 5 méter választja el attól, hogy bezúzzák. A másik oldalon kicsek, kések, szörnyű hangok várják. Körülbelül egy 6 méteres zuhanás után egyébként beesik a darálóba, ami egy ilyen brésszerű szerkezet, nem ismer embert, nem ismer könyörületet, bedarálja a kis autót. 4-4,5 méter választja el, most már csak 3, halad, és nem sokára megsemmisül.
Ottever a roncsok között a kosoró, rajta a szalaggal, nyugodj békében, köszönjük az együtt megtett kilométereket. Te kis gyönyörű ország, viszont érdekes, hogy így feltárja a belsőt, és látjuk, hogy a chip tuning nem is volt benne, de valaki valamit belebúrzált púrhabbal, nem kevéssel, azt nem tudjuk, hogy mi lehetett, de hát nyilván azért volt, hogy összetartsa a kocsit. Azt a púrhabot apám tette oda, hogy ne jöjjön be a menetszél, úgyhogy kérlek, tisztelet legyen a hangodban. Ebben a pillanatban az autó eleje már a futószalag végén, nyök, sír, néz a kis gazdájára, de már nem tudok mit tenni, nem tudok segíteni. Ebben a pillanatban pedig előre esik, és szépen fokozatosan lehúlni a találóba. És most ott van. Ja Istenem, és ebben a pillanatban... Hát igen. Halljátok a hangokat, hogy mi történik. Most leheli ki a lelkét. Meghalt. Ége van, Feri. A hangokat hallod, én már nem merek oda nézni. A Jani még nézi, én már elfordultam. Szörnyű. Hát, nagyjából ez történik, Feri. Nem lehet, hogy ez egy másik kis Polszki. Nincs még remény, hogy ez csak egy vicc, hogy elcserélték, hogy van még élet az igaziban. Nem. Ha eddig voltak kétségeink, a púrhab elárult mindent, ez az volt. Mám tette föl a saját két kezével úgy, hogy ott állt a mellette, és most bennem kellett volna az E-plusz megálló forgatásra, de még tettük föl a púrhabot, mert jött be a mentél. Úgyhogy több tisztelete. Nincs semmi. A púrhab tényleg, ahogy Jani is mondja, megismertette, hogy ez valóban az. Ezek az emberek nem ismernek könyörületet. Megsemmisítették. Balázs, én nagyon együtt érzek veled, ezt tudod, az első perctől kezdve estére szerveztem neked egy tort, ha nem felejted el. Jó, igen. Ha nem felejted el, mint a tegnapi születésnapi bulidat. Igen. Jó, hát egy tort. Ha mindannyian ott lennénk. Ne ugyanoda, mint a tegnapi partit, mert a Nobuban már nem hisznek. Egyébként, na, jól van. Figye, ez jön ki a másik oldalon? Bocsánat, ez jön ki. Ja, egy része. Ott potyog ki. Hát Feri, ezt már ne akarjátok tudni, itt már ilyen apró darabokban potyog ki, egy markoló alált, és ott már potyognak ki a darabok, de ezt már nem szabad nézni. Nem sok marad belőle, ilyen 3 centis darabokra szabdalták. Viszont annyira szépen mondtad a búcsú beszédet, hogy a hallgatóink veled vannak, és tényleg találkom olyan, ilyen SMS-ek jönnek, tiszta hülye vagyok, itt sírok. Ugye egyébként az a durva, hogy igazából a Janinak befordultam, megláttam, hogy ott áll magára hagyva, és elérzékenyültem, tehát nagyon durva. De nagyon sok emlék, nagyon sok élmény, persze nyilván akkor utáltam, de ott állt a kis autó egyedül, és még így nézett, tudod, tényleg megható, tehát ebben semmi túlzás, és ahogy meg bedarálják, az meg aztán könyörtelen egyenesen, tehát az meg aztán nagyon durva. Nagyon kemény, durvábbak ezek a literék, mint a Sopránók. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme! Egyfajta majális hangulat van már itt a Budaörsi reptéren, állnak a helikopterek kint a füvön, családok vannak már itt kint nálunk, néhányan kipróbálták a kerékcserét, fotozzák a helikoptereket, mindenki ölelget mindenkit, mindenki szeret mindenkit, úgyhogy... Így van, mindenki. És mindenki mesztelen. Ó, végre! Na, hívjuk akkor azt a kollektívát, akik ugye beneveztek, mert hogy ugye a főnök is most már felszállás közelben van, közben Feri nem sokára orientálódik a helikopter felé, mert Feriék elstartolnak innen a Budaörsi reptérről, és mennek át ugye egy másik reptérre szintén, ahol ugye felszedjük a főnököt és az alkalmazottat. Úgyhogy nagyon helyes levelet írtak egyébként, tehát több száz jelentkezés jött, itt se volt könnyű választani. Igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy őt szeretik, vagy gyűlölik, és ezért jelölték-e, de minden esetre mi őket választottuk. Majd mindjárt kiderül. Feri, csak annyit mondok, hogy bár az ingerencia nyilván benned van, ezt a rotort nem kell beforgatni. Nagyon kedves vagy, már mentem volna oda. Így van, a levél egyébként nagyon aranyos, mindjárt szemezgetünk belőle, és ha minden igaz, akkor az alkalmazottat hívjuk? Alkalmazottat hívjuk. Halló, köszönjük. Attila, hello, jó reggelt, Jani. Jó reggelt. Hello, Attila. Na, te voltál, vagy ti voltatok az ötletgazdák, ugye, akik beneveztétek a főnökötöket? Így van, így történt. Na, hát nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok, az e-mail oldalunk konkrétan fagyásig telt. Attila, mesélj egy kicsit a főnöködről, jó? Hogy neveztétek be, kinek az ötlete volt, milyen ember ő? Hát igazából úgy történt, hogy nálunk az irodában általában tiszoltok a rádióból, és egyik reggel hallottuk a felhívást, hogy be lehet nevezni a főnökünket egy ilyen műrepülésre. De annyira jó ember, vagy annyira rossz ember? Annyira jó ember.
Annyira jó ember, igen? Igen, tehát, hogy... igen. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon megérdemelni, ezt a lehetőséget. De mi, te le vagy fizetve? Vagy micsoda, hogy a jó nem. ember a főnököd? Mi igen, van veled? Mi van veled? 10 éve nem találkoztam ilyen főnökkel. Gyere hozzánk dolgozni. És ott van melletted egyébként? Igen, kicsit távolabb, de itt van mellettem. Ha úgy hallom, hogy tegnap kicsit, amikor megtörtént a kiválasztás este, ugye a repülési engedély miatt egy nappal az adás előtt, vagy egy fél nappal, kicsit, mintha kezdett volna meghátrálni, mikor megtudta, hogy mi vár rá? Hát, meghátrálni nem, de azért elkezdett erősen izgulni. Így az, hogy Röszkinél csíptetek el a határnál. Nem, ez nem igaz. Add egy kicsit nekünk Gergőt, a kiválasztottat, jó? Akit benevezett magát a főnököt. Tessék, sebből Gergő. Haha, Gergő, hello, jó reggelt. Fermus, jó reggelt. Hogy vagy? Köszönöm, jó. Kicsit izgulok. Én már látom a repülődet. Tényleg? Igen. Jó, neked. Most valamit a motoron éppen csinálnak, mert még az előbb leállt egy kicsit. De folyik az olaj. Nem vár. Jó legyen rajta, minden meghúzva. Hát figyelj, egyelőre négyen állják körbe, ez sose jelent jót. Csóváljuk a fejüket. Gergőként, milyen állapotban vagy? Azt mondd el nekem. Hát jól indult a reggelem, aztán borzasztóan elkezdtem izgulni. Én azt gondolom, azt is meg fogod ígérni, amiről nem is tudsz, és nem is ismered, hogy mit jelent, vagy bármit. Hát nagyon óvatosan, mert ma van fizetésnap, tehát hóvége van, ma van fizetésnap, úgyhogy... De nem adtad ki, ugye? Még nem. Szigorúan délután, meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon rutinos vagy. Van egy elmondatunk, amit tegnap kaptunk a hallgatóktól, nagyon szeretjük. Olyat tegyél, ami kifelé is édes. Jó? Ja, értem, jó. Jó utat neked a helikopteren. Köszönöm. Ciao. Szervusz, sziasztok. Ferencem. Are you ready? Tedd próbára a rotorokat. Várjatok, mikrofont váltok. Válts egy mikrofont. Igen. Aha. Hallottok még mindig? Hát nagyon jó vagy. Gyönyörű a szerkezet, ha beülök, akkor elméletileg szentesen lesz. Erőt, egészséget, jó napot kívánok. Nem férek el benne, már megint ilyen kis zugót hoztatok. Húzd a fejed! Ugye, most estem le! Most ne ideges, Feri, ne ideges, mert ne vágja a kezed! Jó! Hello! A pilóta nem hiszi el azt, hogy ekkora súlyjal nem tud fölszállni. Úgy nem ér át az ő. Középre, Feri, középre a balansz miatt! Nem tudom, mit mondasz, nem hallom! Jó, hát én mondom, Feri már beült a helikopterbe, egyelőre négyen próbálják becsatolni a biztonsági övet. Hát igen, nem kis kihívásokkal küzdködnek. Gumipókot vigyetek! Kössétek le! Az mi, tajtékcsik vagy Feri sugárban hány? Sas kettő, Tohonya egy jelentkez. Tohonya egy, itt a föld. Ja nem, itt a levegő! Hoppá! Gyerekek, bevasszott. Hát azért ez egy nagy élmény megint. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a múltkori helikopteres bejelentkezésemre, amiből hát gyakorlatilag botrány lett, és hát tulajdonképpen egy nagyobb büntetés sikerült összetettük. Majd most megpróbálom magam egy kicsit visszafogni. Pilótánk maga biztosan, de térkép van nála, amivel nagy X-el be van jelölve, érted, hogy hova kéne elszállnunk, és nem arra megyünk, de nem baj az. Nem vagyunk egy körülbelül 300 méteren, gyönyörű a látótávolság, fantasztikus az idő, és akkor megközelítjük a tököli repülőteret. Istenem, nekép itt a magasba, hiányoztok egy kicsit? Szia, Feri, szia! És itt van Feri közben! Hello Feri! Szevasztok! Hát nem csak én vagyok itt! Fordulj meg, mert foltos a gatyát! Hát figyeljetek, meg kell mondjam őszintén, hogy hiába csipkedtem a pilóta bal belmibóját, hogy egy picit belehúzzunk, mint a múltkor. Ő nagyon-nagyon korrektül repült. Tehát szépen felszálltunk, átmentünk, letettünk. Janikám, csak egy dolgot szeretnék mondani. Én már láttam felülről azt a repülőteret, ahonnan az Alpha Jet indul. Jelen pillanatban egy körülbelül 150 fős birkacsorda van a repülőtéren. Kicsit lehezíteni. Remélem, belegázol. Igen. És majd megyük, csak Donner, Retter. Jürgen. Ilfe. Na, milyen állapotban van a főnök? Ott van melletted, ahogy látom. Nézd meg, hát gyönyörű fiatalember, de nem ő van rosszul, hanem a kolléga, aki bejelentette őt, mert ő még életében nem ült helikopteren. Jó vagyunk? Jó, köszönöm. Aha, nem ez látszik az arcodon. Ez volt az első helikopteres repülésed, vagy az első repülésed egyáltalán, tényleg? Helikopterrel, igen. Helikopter, milyen volt?
Jó. Jó volt? Igen. Picit, picit, ha majd a vér visszamegy a fejedbe, akkor biztos jobban is leszel. És milyen állapotban van Gergő, ami főnökünk, Feri? Gergő egy igazi profi. Köszönöm szépen, jó állapotban vagyok. Kértem is a pilótát, hogy menjünk Mexikóba, azért csodálkoztam, hogy itt szállunk le. Igen, hát hagyjuk most az adótartozásodat, jó? Igen, jó, no, gyorsan lerendezzük egy szusza. Na, hogy vagy, izgulsz? Láttad a gépet, csak mutatom, ott van a hátad mögött. Nem láttam még, nem tudom, hogy melyikkel fogok menni. Azzal még a sárgával. Ne is akarja tudni, hagyjad rá, ér a következő órában. Gergő a következőt mondta, hogy ő már ugye repült ilyen Egyiptom, meg mit én, amikor mentek társasutazásra, és ugye azt nagyon szerette. Majd amikor ecseteltem neki, hogy mi az alap repülési terv, akkor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem fordulhatna vissza. Úgyhogy nagyon jó vagy, Gergő, semmi gáz, hidd el, a nyakadba is fog hullani. Jó, rendben. Jó van. Első osztályt azt szeretem, úgyhogy azzal nincs probléma. Aha, ez nem az lesz. Én repültem a besenyeivel, igen, azóta is néha felriadok, pedig ő egy drága ember, és nagyon vigyázott rám. Rád nem fogunk, jó? Hűha. Gergőkém, van itt egy-két kívánság a kollektíva részéről. Igen. Ha ezeket a kívánságokat te teljesíted, akkor mi beszélünk Tamással, hogy bánjon vele gyengéden. Aha. Ha valamelyik a kollektíva által kért, vagy kívánt dolgokra, te nemet mondasz. Vagy esetleg egy kicsit még nem tudod, hogy mit válaszoljál, akkor szintén beszélünk Tamással, csak az neked nem biztos, hogy jó lesz. Értem. Úgyhogy Feri közben törölgeti Gergő arcát. Van rá szükség. Ha rám hallgatsz, akkor most az itt felsoroltakból bevállalsz mindent, és megígérsz, és teljesíted. Mert ha nem, megteheted. Beszélünk Tamással. Csinálhatod, de beszélünk Tamással újra. Jó? Egyébként annyit csak tudnod kell, hogy Tamás hírhetten önfejű pilóta. Vele nem lehet beszélni, mindenki ezt mondja. Igen, hihetetlenül makacs ember. Én ismerem, mondtam, hogy Tamás légy gyengéd, azt mondta, tessék, ez nem nagyon ismét. Mi az? Utána nézek. Na figyelj, a kollektíva kérése a következő lenne. Igen. Gergő, ez az első, ugye? Attila, szóljál valamit rosszul mondok. Gergő, vigye el a társaságot májusban paintballozni. Iha. Nem hűha, igen. Tamás. Az a helyes válasz. Ez egy hűha, Tamás. Tamás. Azt mondani, igen, csak annyit mondom, persze, Tamás. Természetesen. Természetesen. Hallottátok? Gyere ide, Attila, hallottátok? Igen. Valaki jegyzeteljen, írjátok ki archívba, ezt megígérte. Briginek Gergő új nyomtatót ígért. Forgalomhoz kötötte, amely, ha teljesül, akkor megvan a nyomtató. A nyomtató azonban még nem érkezett meg. Gergő? Hát igen, volt egy ilyen megalapodásunk. És miért nincs ott az a rohadt nyomtató, mi? Akkor úgy gondolom, hogy most ezt is meg kell ígérnem, hogy ahogy itt végeztünk, megyek és veszem a nyomtatót. Gyertek ide közel nyugodtan, ti mind a kollektíva ott? Gyertek nyugodtan hozzánk közelebb, egészen nyugodtan, hogy halljuk az öröm sikolyokat egyébként. Ki a Brigi? Nincs Brigi éppen a nyomtatót szereli, tudod? Dolgozik. Na milyen így látni a főnöket? Hello, csajok. Jaj, nagyon izgulunk. Igen? Hát képzeljétek ő, hogy érzi magát. És nagyon igen. Nincs jól, nem? Nincs, abszolút. Ugye azt látom, hogy egyébként nincs jól. Idén nyáron, következő kérés, jöhessen a fagy is minden csütörtökön, és kaphassunk a cégtől fagyit. Jó. Tessék? Bocsás, nem hallottam. Mondd, hogy igen. Itt valami történik. Igen, persze. Igen. Mindenki új széket szeretne. Új széket? Azt a mindenit, ezt nehéz bevállalni. Tamás. De természetesen repülés után széket is megyünk vásárolni. Hallottátok? Igen. Kezes ember ő. Én azt gondolom, hogy nincs ezzel. Milyen széket szeretnél? Forgósat. Forgósat! Nagyot bőrt főnöki! Forgósat! Nagyon jó! De várj, miért csak forgósat? Miért nem forgós masszírozósat? Az idei év végén a buli ne borkostolás legyen, sokkal jobban szeretnénk egy Oktoberfestet vagy egy prágai sörtúrát. Gergő? Hát az nem év végén van. Tamás? Gergő? Vigyük föl 8-asra. Tetesen! Hallottátok? Megyünk Oktoberfestre! Hallottátok, mit mondott? Megyünk Oktoberfestre. És az utolsó, jó? Ha a mai napot élvezi a Gergő, egyszer hadd élvezze minden dolgozó, szervezzünk repülőnapot, sem egy 10 milliós költségre törődjön. Persze! Mit számít? Egyszer élünk, szervezünk egy repülőnapot saját magunknak, de ez már nyilván nehezebben teljesíthető. Jó. Egy utolsó viszont, ez most találtam, a mai napon a cégnél maradt dolgozók kapjanak egy girosztálat. Girosztálat. Kérem? Hűha. 11-es fokozat nem mehet? Ez a jó válasz. Természetesen már rendelem is van. Ez az igazi főnök, gyerekek, csak értetek él. Nagyon jó, mondjad? Mi itt maradtunk, mi nem kapunk. Ja, jó. Szemtelennek se jó lenni, mert ha lejön és túléli, akkor viszont végetek van. Gergőkém, mondanám, hogy jó utazás, de hazudnék, mert nem az lesz. Érezzétek magatokat nagyon jól, csukjuk a fedelet, így van. És de aztán a repülőben még, majd találkozunk. Ami még szabad a Gergő keze, írasd vele alá a papír. Tiéd a cég.
lecsukhatjuk akkor, jó? Tamás, innentől kezdve rád van bízva, ahogy gondolod, és ahogy érzi. Tessék? Megoldjuk, rádiózgatunk egy kicsit. Oké, köszönjük. Gergőkém, az ország főnöke vagy ezáltal. Több ezeren irigykednek most rád, több ezeren szerettek volna repülni, úgyhogy sokan irigykednek. Gyerekek, ez a sárga madzag itt a szárnyon nem gáz? Én levágnám, ezt én is láttam, hogy akartam mondani. Tudom, mire való egy ilyen. A múzeum ezzel köti ki, hogy a gyerekek ne menjenek hozzá közel. Atyám, no. Legyen szíves, in nominem Patricet, fiat spiritus. Szentelt fel a gépet. Gergő, már elő ebben a pillanatban indítjuk a motorokat pillanatokon belül. Aki Törökbálinton lakik, Diósdon lakik, Budaörsön lakik, nyugodtan jöjjön ki az erkére, mert hogy pillanatokon belül látható lesz, ahogy a főnök repül, hát... Nem örül, nem? De durva is, most látok egy embert, errefele szalad és azt kiabálja, nem, ne hagyjátok, én vagyok Illés Tamás! Nem nagyon tudok igazából az arckifejezéséről mit mondani, én nem ismerem őt, de szerintem nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb arc, és az ország főnöke a több ezer jelentkező közül ebben a pillanatban felszállni készül, és valamit mutogat. Hát a kollégáknak, hogy átvágom a torkotokat, ha túlélem, körülbelül ez volt benne. Igen. Na, közben kérdezem én a kollégákat, hogy próbál mosolyogni, vagy mit láttok rajta? Izgul, nagyon izgul! Hajrá, Gergő! De azért is szeretitek, tehát ő egy jó ember, nem? Nagyon gyerekek. Ember! Tényleg! Minden megígért, ez nagy dolog, nem? Igen, nagyon örülök! Figyelj, lesz girosztálatok, lesz oktoberfestetek, lesz új széketek, lesz nyomtatótok, úgyhogy minden megígért. Egy dolgotok nem lesz főnökötök, de hát Istenem, minden nem lehet, érted? Abszolút. Lesz fizetés is. Hát ugye azt ő elmondta tényleg, hogy tudta, hogy ma jön ide repülni, és délutára tette a fizetést. Közben már ugye itt halljuk a rádió forgalmazást. Meg tudunk csinálni, vagy a, nem tudom, hogy nem láttam, hogy a taxi útott a DC-veget. Hát nem tudom, én ilyet hallanik a pilótától, hogy nem látom, hogy hol van az út, már elkezdenék félni, nem? Először vagyok itt, el tudom. Egyedül vagy egyelőre. Egyedül vagy, menjél, csinálj valamit, körülbelül ennyi jött a toronyból. Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a főnök pedig elrugaszkodni látszik. Hoppá! És felemelkedik! De kemény! Mögött a rendőrmotorosok! Mondhatnám, hogy barátságosan emelte föl, de miért hazudja? Nem volt barátságos ez az emelés. Gergő ebben a pillanatban egy hatalmas jobb kanyarral pedig elindulni látszik, és beleszállnak a napfelkeltébe. Él még? Istenem, de gyönyörű, mi az? Köszönjük, hogy indítottátok a galambokat a gép elé. Már egy brutális bal kanyarral egyébként szépen repülnek vissza a reptér fölé. Hát, és egy zuhanó... Aha. Egy zuhanó repülésben elindul! Húzd jobbra! Na most figyeljetek! Felszedném! 10 méterrel vannak körülbelül a reptér felett! Fordítsd meg! Menni fog! Ne azt a gombot, Tamás! És ebben a pillanatban... Jézus! Körülbelül egy 4-es orsót sikerült beletenni Gergőbe! Pedig csak 3-ast akart! Mi a baj, kollégina, mi a baj? Nem kollégina, a feleség! Ja, te vagy a felesége! Isten áldjon! Gyönyörű kapcsolat volt ez eddig, mi? Ezt fájhatott! Balázs, hogy hallottok? Abszolút hallunk, itt vagyunk, igen. Mit látsz, Gergő, milyen állapotban van? A Gergő egyelőre jövőre fűzhet, nagyon tetszik neki, egy nagyon jövőtessel van dolgot. Ez az áthúzás, ez nagyon jó volt, amit itt csináltál a reptér fölött, ha ebből kérhetünk még egyet. Figyelj! Ó, elindult fölfelé merőlegesen bele az égbe. Ez vissza! És ebben a pillanatban a zuhanó repülésben most van a csúcsponton, áll meg egy pillanatra a levegőbe a gép. Fordul át a főnök, és zuhanó repülésben jön a budaörsi reptér felé, most már biztos, hogy elájult. Igen! Nincs ennél jobb, mint ezt a földről nézni. Jaj! Na, és itt van a mi hősünk, hello! Sziasztok, hello! Hello, Gergő! Hát figyelj, én tudtam, hogy megreptetnek, meg tudtam mindent, de ahogy te bírtad, vagy amit te kaptál, az nem akármi volt. Tehát az hihetetlen. Igyekeztem állni a sarat. Figyelj le a kalapa, ezt most tök komolyan mondom. Köszönöm, hihetetlen vagy. Hogy vagy? Jól érzem magam, nagyon jó volt a repülés, igaz, most egy kicsit kótyagos a fejem. Na, de nagy élmény, nem? Nagy élmény, nagyon nagy élmény volt, igen. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjuk, hogy jogosan tudtunk téged kiválasztani az ország egyik legjobb főnöke, vagy minden megígértél, ha be is tartod, akkor az abszolút szép dolog. Reméljük, és utána járunk is, jó.
Oké, és figyelj, holnapra a kollégák, illetve holnap utára kapnak egy szabad napot. Tehát, hogy lássák, hogy tényleg milyen jó vagyok. Adjad már munkaszüneti napot! Két nap pihenőt kapnak, csak hogy lássák, hogy milyen jó vagyok velük. De puha vagy. Ha azt mondod, a hétfő kedvet is kiadod, az már majdnem egy hét, azt úgy megértem. Gergő, átad a sarat, jó főnök vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál. Reméljük, életre szóló élmény volt. Köszönöm a lehetőséget én is. Nagyon sokat szerveztük, és Tamás azt mondta, srácok, ha szeretnétek, van még egy repülés ebben. Így is. Felmegyek még egyszer, ha gondoljátok. De, hogy mindig az van, hogy az első bemelegítés után oda tudunk még durvítani a repülésnek. Így van, és sokkal durvábban tud menni, meleg a motor, eltakarították az olajfoltot. Nekünk is van egy főnökünk, miért ne repüljön ő is, nem Feri? Hogyan lehetne megköszönni azokat a csodálatos éveket, amiket együtt töltöttünk? Hogyan lehetnénk igazán hálásak azért a sok évért, azért a sok jóért, amit kaptunk? Ha nem úgy, hogy fölültetjük a mi főnökünket is ugyanarra a repülőre, amivel egyébként az előbb az országfőnöke Gergő mond, Istenem. És azt mondjuk, repülj vele Tamás, repülj, sokáig ne is gyere le. Tudod, hogy adásban mindig csak jókat mondtunk róla, tudod, hogy egy ország imád téged, Titus, tudod, hogy bármikor, amikor szóba kerültél, csak a szuper latívuszok röpködtek. Most te fogsz. Szemétládát. Titus, arra kérlek, hogy így ebben a pillanatban nem induljunk, megyünk vécére, meg. Nem iszunk semmit, elindulunk a műrepülő bajnokunk felé, utat kérünk a tömegbe. Ezt a drága férfi, van. Tényleg megérdemli. Hiszen ha megreptetjük a főnökünket, a saját főnökünket is megreptetjük, hadd menjen, hadd repüljön jó ember. Hussan csak, Titus, mosolyog, integess a barátaidnak, akik itt mind érted szurkolnak, akik tudják, hogy te egy tökéletes főnök vagy, tudják, hogy megérdemled. Így van. Miért ne ültesse fel azt az embert, akit szeret, és miért ne ültesse fel Titus tagébre. Gyere, itt nyílik ez az ajtó. Nézd csak, itt a géped, hát nem így gyönyörű. Van. Kicsit úgy érzem, Titus, hogy remeg a hang. Konkrétan beszartam, de... Légy a vendégünk egy ajándékrepülésre. Mit kérünk tőle? Gyerekek, hol vannak a kollektíva többi tagjai? Kapcsi, gyerte, bármit lehet, fizetésemelés kapcsi. Szeretnél? Megkapod. Jó, megvan! Kapcsi, köszönjük, ott megvan. Egy fizetésemelés. Feri a szélszörő, szeretnél fizetésemelést? Persze, hogy szeretnél, jó. Megkapod te is a fizetésemelést. Adjad csak ide. Jaj, van egy céges autónk, bankkártyánk és telefonunk is. Akar menni valaki egy kört a főnök verdájával? Igen, köszönjük. Anita, csapatépítő tréning valahol külföldön, a Class FM együtt menjünk? Persze, hogy menjünk. Egy hetes tengerparti, hát hadd szóljon! Titusra ebben a pillanatban fölrakják, hát kicsit fölöslegesen a ejtőernyőt, nem ugye? Nem kell az neked, hagyjad csak. Milyen repülésre számítunk? 1-5-ig, 7-es? 9. Aj, de jó, erről van szó! Ezt akartuk hallani! Vigyázz magadra, élvezd a repülést! Gondolj ránk szeretettel! Tudod, hogy te vagy a legjobb, tudod, hogy téged imádunk! Ha bármi történik, hamar pótolunk. Szevasz, Titus! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A múlt héten ugye beszéltünk egy bizonyos kávéról, ugye ez a kávé az a cibet macska ból jön ki, ugye? Igen, a cibet macskából jön ki. Az a kávé áthalad a cibet macskán. Áthalad a cibet macskán, és mondtunk róla elég sok mindent. És megbeszéltük, hogy még egyikünk se kóstolta meg soha, egy nagyon drága kávéról van szó, ami ugye tulajdonképpen az indonéziai cibet macska eszi meg, amíg őrületlen kávészemeket, majd egy kicsit emésztik, kikakia, abból kávét csinálnak. És ezt soha senki nem kóstolt. Én azóta kísérletezem otthon, a mi macskánk ugye nem cibet. De hát, ha nem nagyon akarja megenni. Na most mindig azt mondjátok, hogy én nem hozok semmit. Meg én soha nem hozok nektek ajándékot. Soha nem leplek. Ez így is van. Abszolút. Nyitott kapukat döngetsz, azt mondom, nem az érvelésed hibátlan. Ráállni, csak így mondjam. Azt kell, hogy mondjam, tökéletesen igazatok van. Soha nem hozok semmit. De ma kivételt tettem. De most se, kapjátok be. Nem, lássátok, kivel van dolgotok. Elintéztem nektek. Na, megkóstolhassátok ezt a kávét. Rácsörögtél a cibet. Milyen a cibet? A cibet is elintéztek. Megkóstolhatjátok. Na, micsoda nagy lehetőség. Na, egy kicsit most legyetek már, örüljetek már. Hát most nektek ajándékot hoznék. Mivel nem ettünk, nem ittunk még soha ilyet, tehát gyakorlatilag bármire ráfoghatod, hogy ez az. Hol a macska? Látnom kell, amikor kijön belőle. Látnom kell a kidugúvadó szemei. Vannak róla fotók, én fotóztam a kertemben a macskát, hogy odaszart. És abból fogtok most kávét inni. Tényleg megkóstolhatjátok. Megkóstolhatjátok az eredeti cibet macska kávéját.
bántott ez a dolog engem, hogy panaszkodtatok, hogy még nem kóstoltátok, hogy nem éreztétek, hogy egy csésze 17 ezer, mondtam, hogy Janinak esélye nincs megkóstolni, mert annyit soha nem adna egy kávéért. És egy csésze kávé igazam van, nem? Soha nem fizetted volna ki, nem? Egyébként valószínűleg soha. Soha büdös életben, és egyébként, mint gyakorló állatvédő, megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy vajon önszántukból, vagy pedig kényszer hatása alatt megy át rajtuk ez a kávé, mert ha kényszer hatás alatt, akkor követelem, hogy free cibet. Igen. Ahogy már erről beszéltünk a múlt héten, igen. Na, itt van velünk Tóth Zoltán barista. Hello Zoli, jó reggelt, kívánunk neked, szia! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hello, hát látod, milyen hálátlanok? Hát nekik nem vagyunk azok. Nekik ajándékot hoz ide, tényleg. Tudnátok, hogy mibe fáj ez nekem, hogy milyen drága volt drága ez. Drága egy ilyen buli? Tehát mennyi egy csésze ebből? Helye válogatja, ugye nagyon kevés hely van Magyarországon, sőt, leredukálnám ezt úgy egy vagy két helyre, ahol ezt lehet kapni, értékesítik. 10 és 15 ezer forint között van egy csésze kávé ebből a... Hát te itt véreztél el, János, ennél a mondatnál, hogy valaha is kóstolhassák. Tudtam, hogy miért nem került az érdeklődési körömbe elég ez a kávé. Igen. Te annyi futócipőt veszel. Kettőt az outletbe. 20%-os kuponnal. Ez valóban úgy történik, hogy az ember ezt felszínesen elolvassa, gondolja, van a macska. Megeszi az... tulajdonképpen még pörköletlen, piros a színű kávészemecskéket, majd belül ez emésztődik benne végül kikakia? Egész pontosan így történik, nem macska, hanem egy macskaféle, igen. Csáló, de részletkérdés, igen, és a tűzpiros érett szemeket fogyasztja el, mert az mézédes és finom. Ugye ő nem tudja szétválogatni, hogy melyik az arabika és melyik a robusta, mert ez a két típus nem annyira okos a macska. Hülye ez a macska. De azt meg, amelyik piros és érett, azt elfogyasztja, viszont a benne lévő magokat, magát a nyers kávét, amit hoztam nektek így mutatóba egy kicsi. Ez még a macska előtt, vagy már a macska után? Ez még a macska előtt. Ez még, tehát még nem fogyasztott a macska. Igen. Elfogy a kávé gyümölcsöt, azt ugye megemészti a gyomra, az egy édes dolog, és a benne lévő magokat viszont nem tudja megemészteni. Aha. Így hát keveredik az emésztő nedvekkel, hogy az áthalad a gyomrán, különböző enzimekkel, ezzel magyarázzák a nagyokosok, és végül ürülék formájában távozik. Balázs köze fogyasztja egyébként. Igen, úgy, most szólnánk, hogy macska után. Így van, gyere hozzánk, nálunk még pottyantós van. Gyerekek, nincs ezzel gond, de én arra lennék kíváncsi, ki volt az első, aki azt mondta, hogy nézd már, hát ez a macska kikakírta, gyere már Béla, akkor tegyük már bele ezt a kávéba, kóstoljuk már meg. Érted? Tehát ott valakinek először ki kellett válogatni a macska kakiból. Bizony, került a nagy kávébukba a neve. Mekkora lehetőség van, tehát ez egy elég hosszú, több száz évre visszamenő múltra tekintő kávéfogyasztási szokás, indonéz szigetvilágon egyébként, de nyilván az ott élő lakosok, a helyiek nem fogyasztották, nem válogatták külön a szemeket. Egy angol üzletember meglátta ebben az okosságot, hogy úristen, ebben. De előtte letettesen be volt szíva, nem? Hát valami volt vele, ez igen. Biztos, vagy nagyon-nagyon sokat utazott, ez 100%. Meglátta benne a lehetőséget, és amellett, hogy tényleg különleges a kávé, egy igen komoly marketing van mögé rakva, én úgy gondolom, ami által nagyon jól eladható. Uh-huh. De tényleg fel egyedi, van hype-olva. És, hát manapság sok minden, de a kávé az egyedi és finom, tehát tényleg különleges. Mivel, hogy ilyen eljáráson már keresztül megy. De... Megvan a biznisz, gyerekek. Megvan a biznisz. Próbálta-e azt valaki valaha, hogy nyers, őrületlen kávészemeket, itt van a kezemben, mondjuk, te elfogyasztasz. Utána együtt elvonulunk hát egy nap múlva, kiválogatjuk, mert honnan tudjuk, hogy a te gyomrodban egyébként azon enzimek, amik ott emésztés közben keletkeznek, legalább nem annyira jók, mint a nyomorult cibet macska, ami egyébként megy és zabál. Na, én azt mondom, hogy a puding próbálja, az evés, add oda őket, légy szíves, szerintem egyébként holnap ilyenkor már kóstolhatsz is. De most tényleg, hát az ember nem tesztelte le, honnan tudod, hogy az rossz? Nézték ezt valaha, hogy más állat megeszi-e, vagy akár az ember megeszi, hát most a nagy különbség már nincs. Hát azóta dolgoznak neked, ugye. Hogy egy picivel a rép, tájföld, igen? És elefántok. Na, látod? Már próbálják így javítani a dolgot. Újdonságnak számít még, de már lehet kapni a világpiacon. Black Ivory névre hallgat az ital. Ugyanez a szisztéma minden, csak hát nagyobb állat, könnyen megtalálni a végterméket, aha. És állítólag másabb az íze. De az nem inkább a mennyiségi kategória, mint inkább a mennyiség. Igen. Na de ott is azért egy Bushman először megkóstolta, érted? Tehát le a kalappal, nem? Gazdagodjon meg belőle. Sorsot úszta. Ha azt mondom Vietnám, akkor Vietnámban a mennyét kávéra esküsznek ennyire, amit viszont sűrített tejjel fogyasztanak, tehát ott nem annyira a kávé ízére vannak rá specializálódva, hanem most sűrített tejjel a mennyét által elkészített. De látod, hogy csak marketing az egész, nem mondok hülyeséget, hogyha mi holnap kitaláljuk, hogy ez finom, ugyanebben az időben. Visszajünk, és azt csak annyit mondunk, finom. Janika, onnantól kezdve egy milliárdos vállalkozás, hogy te neked már folyamatosan kávét kell zabánod életed végéig, én válogatok, bezacskozzuk, és mehet a dolog. És nem? A tuaregek meg a teve kávére is. Hol mi van? Persze. Na, mit töltöttél most nekünk ki apró kicsi pohárkákban?
Próbáltam elkészíteni villámgyorsan nektek egy kávét, mert hogy nincs szükség hozzá óriási eszpresszógépre és különböző hatalmas darálókra, hogy ezt megvalósítsuk. Egy kicsike egyszerű French press hoztam ide közétek, ami egy mindennapos kávézás egyik alapvető. Hát egy French press, hát a Janinál hat darab van a konyhaszekrény. A francia konyhát. Köszönjük szépen. Aminek az a lényege, hogy mivel hogy egyszerű a történet, nem kell hozzá csak forró víz és darált kávé, ezért 4-5 perci áztatás után elkészíthető belőle a kívánt kávé. Uh-huh. És ezt már abból, ami a macskából lett kiválogatva. Aha. Na most azért készüljél fő, hogy mindjárt elkezd kiabálni. Tejet, cukrot! Én kérdezem, hogy valami kis tejporra nem lehet azért megízesíteni? Egy kis sűrített tej valamivel nem dobunk rá? Hát, vagy 4-5 kötyit esetleg így bele csak, hogy az íze. Mint egy jó 67-es vörösbort, amihez kólát öntök simán. Zokszó nélkül, gyerekek, hogy finomabb legyen. Tehát ezt én megcsem ezzel a 17000-es kávéval is. Mert úgy naturban azért picit más az íze. Állítólag levegőt kell hozzá szívni, az igaz? Azt mondom, hogy 7. osztály biológia óra ízdelés, emlékeztek? Nem kész keveset azzal nem, már igazából. 6. én minden emlékszem. Igen, utána elhasaltunk. Igen, picike levegőt lehet rászívni, és elteríteni a nyelvünkön, az a lényeg, hogy tényleg a szánkban elhasznosuk a kávét, és fedezhetünk föl benne különböző ízeket. De most nem te is jössz nekem, mint Mr. Takler az indonéz déli lejtői napsütéssel. Nem, és előre a füge. Nem akarok semmit mondani. Igen, jön a füge előre. Mutasd? Jaj, kóstoljátok meg, és... Én rákészültem. Abszolút. Én rákészültem, kimentem, kiöblítettem a számat, dezodoráltam, kifésültem a hajam. Még mielőtt elfogyasztjátok, ugye kávé mellé szoktak kísérő vizet adni, vagy jobb helyeken szoktak ilyenekkel előrukkolni. Azt szerintetek miért van? Kávé utáni fogyasztás? Vagy azért, hogy azt a János kulacs bönts és hazavigye. Hogy megmagyarázzák a 3000 forintos számlát. Ez csak pici víz. Egyébként jobb kávék előtt szoktak ilyen kis. Hát gondolom, hogy letisztuljanak az ízlelő bimbók, nem? Pontosan. Én mindig utána iszom, de hülye vagyok. Igen, nagyon sokan így vannak, de most kiöblítettem a szádat, az már fél siker. Én kísérő vizet nem hoztam, úgyhogy hát köblítötte száját, az túlzás, egy ilyen szájvízzel dezodorált. Tehát hát kicsit... kimentem, ezt nyomtam egy kis klóros. Te például tényleg sokan a vizet a kávé után iszák, ugye? Igen, nagyon sokan. Itt van ez a trendi, ha már kapsz vizet a kávé után, akkor utána fogyasztod el, mert azt hiszik, hogy ez azért jó, hogyha kávé után leöblítem, akkor eltűnik a számból az a rossz íz, ami valójában sajnos még nagyon sok hely rossz íz, de egy igazán jó kávé előtt kóstolják a vizet, vagy kortyolják a vizet, hogy tisztuljon. Utána ittad mindig? Mindig. A vizet. Azt hittem, hogy a fogsorom miatt. Érted, ezért is lehet. 300 forintos korona elő. Érted, azért csak vigyázok rá. Igen, nekem már hetente sós vízzel átmosni, hogy elvegyék a színeződést. Na, kóstoljuk meg. Igen, mert hogy kérdezni akartam, hogy hidegen is jó, mert hogy értitek, ugye? Nagyon kerek gyerekek az íze. Nagyon jó. Jó. És becsukom szemet is, hát ha leöntöm magam. Szakít a napsütés. Ott az indonéz napsütés, nekem a déli lejtőn bevert hátulról. Én nem vagyok egy nagy kávéfogyasztó, de egyébként nem rossz. Nem rossz, más, mint a... Mi van? Ilyet erre a nagyon szépen mondtad. Egy pici sűrített tejjel én meg tudnám espékelni. Egyébként igazából dobna a reggeli hangulatomon. Nem az a tömény, keserű kávéíz, hanem van benne egyfajta teljesség. Figyeld, most próbálom visszahozni a renoméman. Érzed a teljességet, Jani? Én kicsit megmacskásodtam tőle. Mit kéne érezni egyébként egy profi? Mit érezted te például? Na ez az, hogy mit kéne érezni, sokan belemagyaráznak rengetegféle dolgot, tényleg, mint a boroknál, hogy ezt érezni, meg hátulról jönnek az ízek és visszatörnek. Én azt mondom, hogy ez abban különleges ez a kávé. French pressben elkészítve is teljesen más íze van, mint ha eszpresszógépen készítenénk. De a lényege, hogy egy könnyed, hosszú lecsengésű kávéról beszélünk, tehát 5-10 perc után is éreznünk kéne azt a kellemes kávé ízt a szánkban, nem pedig az eltűnt. Koffein van benne? Koffein van benne, természetesen. Én mondjuk inkább kotyogó párti vagyok, így a francia sajtó, a French Press. Nem annyira. Te inkább a magyar lapokat fordítod, ugye? MTI. De finom. Jó érdekes, kávé. Tényleg jó kávé. Cukor és tej nélkül, minden nélkül fogyasztható, kényelmesen, kellemes ízű kávé. Hogyha nyilván nem is szoktatok simán eszpresszót, vagy feketét inni tisztán, vagy nem tudom milyen kávét fogyasztatok, de azt mondom, hogy élvezhető az íze annyira, hogy így minden nélkül mondjuk is jó. Azon gondolkozom, hogy azért ebben a kis csészében 3-60 ezeret most így elkortyolgatunk. Neked az már két gumiszőnyeg. Két gumiszőnyeg a Dacia-ba, Jani. Tehát, hogy az már nagyon komoly. Abban van gyárilag. Egyébként csak jelzem, hogy kaptam egy nagyon szép kis ajándékot, ami ez maga alakjában erősen hallja az arra az nem, állapotra. Ez az. Nézzük meg, hogy mi van, amit te egyszer már megemésztette, arra még egyszer. Nem, arra még egyszer ráemésztesz. Tehát lehet, hogy ilyen dupla emésztés az egyébként semmi, amiről beszéltünk. Tehát a macska és te, abból mi lesz? Holnap megfőzzük. És ez ilyen alakban, ilyen kis mini banán formájában jön ki a macskából? Abszolút.
Hát ha így jön ki, abszolút, akkor nem csodálkozom rajta, hogy könnyes minden szívet macska szemeket, ebben ugye vegyesen van arabika és robuszta szemek. Ránézésre azt megállapítani mindig a formájáról vagy a kis hullámról lehet, hogyha ránézünk egy kávészemre. Aha. És az erre szakosodott emberkék válogatják ebből a tutit. Az is milyen meló, nem turkálsz egy kicsit a kakezba. Ráadásul Indonéziában gondolom nem kapsz érte többet, mint 1 dollár. Igen, 20 dollárnak. Igen, megfelelő összeg, és egész nap igen. Ezért az igazán ilyen minőségi szemek, egyébként ebben nagyon keveset állítanak elő hivatalosan, egy ilyen 250-300 kilónyi terem egy évben, amit kiválogatnak és gondosan felügyelnek, majd az eljárásokon végig megy, ezért annyira drága ez a kávé, aha, ezért annyira finom. Ebben van egy köldök piercing, és mit evett ez a marika? Kevés estéje volt. Egy cseréről jön le a robusta meg az arabika? Külön cserje. És hoztam nektek egy ilyen kis kávé cserjét is. Elsőre mindenki azt kérdezi, hogy ú, de szép művirág. Hogy régen mosogattál. Aha, és ez egy kávé cserje, ami szépen lassan az évek során megnőhet elég magasra is. Én mondjuk egy limonádé készítésre megtépném, hogy rakok bele egy kis mentát egyébként. Tehát, hogy minden további nélkül a konyhában lenne, nem? Édesem, egy kis lájmot tegyük még bele abba a limonádéba, mert sokkal finomabb lesz. De ez még picike cserje, tehát egy 4-5 év kell hozzá, hogy tervőre forduljon, és tényleg tudjon kávékat teremni. Még neked beülni egy étterembe kávét hozni, azért nem nagy öröm, nem? Tehát az esetben 10-ből 8 azért leteszik eléd, megkóstolod, hát nem, a pincér nem sajnos lesz boldog attól, amit lát az arcodon, gondolom, nem? Abszolút így van, igen, igen. Tehát fel vagyok rá készülve, hogy mik azok, amik várnak. És akkor kimész, és bocsánat, megmutatnám, hogy kell csinálni. Igen, abszolút, igen. Nem. Megvannak azok a helyek, ahova szívesen járok kávézni, és azon kívül nem erőltetem nagyon máshol. A konyhádba. Ahhoz van a konyhádba. Viszonylag egysíkú, viszont finom a kávé. Igen. Kérdezi egy hallgató, hogy a kekszet mikor kell enni? Amikor jól esik. Tényleg, szigorúan, nagyon amikor fontos, jól esik. Nagyon fontos. Mikor együk a kekszet? Után az csak egy apró figyelmesség, vagy hogy egy kicsit még feldolj, de hogy igen. És a, mondjuk a csokival bevont kávészem, meg ez ilyen. Ez már abszolút üzletfüggő, hogy ki mi az, amivel kedveskedni szeretne a vendégnek a kávé mellé. Keks vagy csokival, ha már ezek vannak bármelyik, én azt mondom, az már nagyon jó gesztus így a vendég felé. Tehát tényleg minimális kis odafigyelést igényel. Mennyire innál most itt az automatánkból egy jó presszó? Egy jó espresszó? Ritkán folyamodom ilyenhez, hogy ilyenből így a kávét más, az egy kicsit másról szól, az is kávéból készül, de ugye nem annyira a standardek és a milliliterek másodpercek játéka, mint egy jó kávénál. A milliliterek és másodpercek játéka. Legyen majd ez a memoárlódnak a cím. Arra emlékszel, hogy hol itt ad életed legjobb kávéját? Hogy Olaszország, Franciaország, vagy esetleg Magyarország? Magyarországon, igen. Tényleg? Itt ittam a legjobbat. Egy indonéz lány köldökéből lefekjel igen. Ami egy az indonéz mini túlta. Igen, és volt ott valahol egy macska is. Na jól van, hát nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Jó, én rászoknék. Mégiscsak azért a te ízlőlő bimboid a legkifejlettebb. Ha ezt nyomod, hogy így minden reggel van ilyenünk, én simán meg tudom inni. Gyerekek, az első kört álltam, holnap a Jani fizet. Nem, én csak a számlákat kérem, lesz, hogy a könyvelőm el tudja számolni. Mondom a BTC. És mikor érünk el oda, mint az osztrákok vagy a franciák kávéfogyasztásban? Azért van remény, nem? Van remény, én úgy gondolom, hogy egy 4-5 éven belül azért történt olyan változás, hogy tényleg minőségibb kávékat szolgálnak föl vendéglátóhelyek többségében. Te már ránézel a gépre, és tudod, hogy na, abból már finom nem jön ki? Tehát hát nem csak gépfüggén, úgy nagyon sok helyen megközelítik arról az oldalról, hogy megveszik a legdrágább gépet, a legkomolyabb kávé darálót, vagy örlőt, vagy kávét. Csak azt az apró kis figyelmet felejtik el, hogy a személyzetet betanítsák rá, hogy hogyan lehet ebből a legjobbat kihozni. Mert a kávé egy igen kényes dolog. Nem igényel annyira borzasztóan egy szakmai tudást, én úgy gondolom, de kis odafigyeléssel igazán finomat lehet varázsolni, akár kávéból, akár tejből. Na mondj egy jó ötletet például azoknak, akik kotyogossal főznek. A magyar lakosság 80% szerintem ebből csinál. Hol tudják elrontani? Vagy mi a jó? Vagy ott mi az a kis műhelytitok, amit ha úgy csinálják holnaptól, akkor még zamatosabb kávét kapnak. Cseréljem a gumit két hetente. Micsoda, befőttes gumi, minek kellett lemennem a közérbe, elszakadt a befőttes gumi. Persze, vinni kellett, hogy ne. Hát a szelep nagyon fontos volt, hogy ne fújjon ki a kotyogós. Szóval, hogy horrontják-e, vagy mi egy a mi? Egy apró kis trükk szerintem, amivel rengeteget lehet változtatni az ízén, amikor betöltöd éppen, Jani, te a kis kávé örleményedet a szűrőbe, akkor amikor felénél jársz, megszórod pluszba egy kis fahéjjal, vagy barna cukorral. Azt szoktam, de nagy! És pluszban még lefeded a zöldemény másik felé. Te is olcsó, rossz minőségű kávékot fogyasztál, akkor mindig feldobál igyekezni valamivel. Te néha egy kis ízfokozót is teszel hozzá meg. Mindenféle. Tehát egy kicsi fahéjjal? Kicsi fahéjjal, vagy éppen barna cukorral, nagyon kellemes ízű lesz a kávé, és ne nagy lángon készítsük, azonnal felforralva, mert akkor szétég benne minden. Aha. Ez a túlfőzzük, vagy alulfőzzük, ez azt jelenti? Pontosan. Azért érzitek, hogy kész az itt. Az alulfőzést én is tudtam. Nem, te az alulöltözést. Igen, az is értek. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hölgyeim és uraim.
Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfő reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.